Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Juli! Jó reggelt! Jó, megjött a váltás, gyerekek. Ahogy új alsót húzunk, úgy... Úgy jön Juli. Teljesen váratlanul, egyszer csak Eszter, aztán Eszter bevégzi, hát és akkor megérkezik Juli. Hát szegényként tegnap nagyon rottyom volt, hát hosszú órákon szegény, keresztül. Megvágta ez a... Oda vágott neki ez a cukorterhelés. Cukorterhelés, ezt nem szabad így csinálni, mint kiderült. De miért, hogy hát nyugodtan. Szóval úgy szabad csinálni, hogy közben nem végzel adrenalin termelő munkát, nem veszélyes, nem hiperventilálsz, hanem üzélyrendelőbe fekszel, megterhelnek cukorral vért adsz, megterhelnek vért adsz, de hogy közben jössz és pöröksz, ez no way. Tehát ez, na mindegy. Ez még a rendes szervezet sem írja ki. Hát még. Ez nem, nem szabadott volna Eszterrel, szegényen. De mindegy, nem tudták a nővérek se. Kérdeztem tőle, hát a terhesség alatt ő is háromszor ezt egyébként végigcsinálta. Igen, csak úgy elmondták, hogy úgy szokták. Igen, igen, hogy nem jössz közben műsort vezetni. Nagyon sokat beszélsz, fönn van az adrenalin, leesik a cukrot, fönn van, nem van. Tehát, hogy így egy kicsit ez így nehéz volt ott neki. Ott nyugodtan kéne üdögélni a váróban. Igen. Tehát valószínűleg, amikor terhes volt, akkor ez történt, tudod? Igen. Hát igen, ott az egy három. De délután négykor már otthon volt. Otthon, semmi ott, hazavezetett. Ugyan nem látott közben, de hazavezetett. Elment? Mikor ért haza? Mikor indult el? Hát figyelj, olyan... Hát mi délig itt ültünk és beszélgettünk. Azt a mindenségét neki. De hol folyamatosan mérte ugye a cukrát, vagy nézte a cukrát, mert ugye most rajta van egy ilyen tapasz. Aha. És akkor láttam nála nagy joghurtos dobozokat, meg aztán berendelt valami haját is, igen. Hogy valahogy helyre rángassa magát, aztán aha, valahogy összeszedte magát, és elindult szegény. Reméljük, legalább a vizsgálatból valami kiderül. Tehát, hogy legalább volt értelme. Most lenne a csúcs, hogy sajnos elrontottuk az eredményt, újra kell csinálni. Igen, igen, az eredmény nem tudjuk. Nem tudjuk értelmezni az adatokat. Én is megyek jövő héten, képzeljétek, nekem is adtak időpontot. Nagyon helyes. Aha, és igen. Te is terhelésed cukorra? Nem, én nekem arra nincsen szükségem, én menopauza vizsgálatra vagyok. Nagyon jó. És már olyanok vagyunk, mindenki keresik, hogy legyen valami, nem? Az egész távi a hipohondria ragályos, de minden így van, hogy már kívánjuk. Heherészünk, és ezt csak valakiről kiderül, hogy nagyon beteg. Nagyon. Tök jó. Már abban az értelemben, hogy akkor végig csináljuk. Akkor abban csinálunk műsor. Gyerekek, ez ilyen, ez így fogunk egyenként elmúlni, de végig mindegyiket megcsináljuk. Tehát, a betegeket elkapjuk, az egészségeseket kétszer. Úgyhogy ez sajnos ez ilyen. Júli, ezt hát, neked már úgyis mindegy. Ennyi gyerekek, itt együtt sírunk, együtt nevetünk. Köszönjük meg minden napot. Így van, ez a stábunk arcpoétikája, lehet így mondani, úgyhogy ez így van, gyerekek. Mi újság, utolsó jó napra felkészült mindenki? Mármint az utolsó jó időjárás. Hát, holnaptól jön az Armageddon. Nem lesz gáz, egy 12 fokban szakadó esőben ülünk a izénél, de az etelepáznál, de mi így is megcsináljuk. Ott de csak nem, a legkeményebben. Ne fedést biztosítunk. Mi is van, elmegyünk ünnepelni az etelepláza, de nem enged be az etelepláza, úgyhogy kint leszünk. Ez sem semmi baj. Megszoktuk, hogy kicsit ridegebben bánnak velünk, nincs ezzel baj. Te leszünk, mi ott kint a 12 fokban. Ezt akarják, legyen ez. Hát most nekünk van fűtőstúdiónk. Ahogy érzik. Néha bementek a forgóajtón, kicsit megmelegettek. Nem lett volna rossz ezt az aulába is megcsinálni, de ha kint akarják, hát kint lesz. Úgy lesz, ahogy akarják. Ők a megrendelők. Mi csináljuk. De fedett az egész egyébként. És 18 fokot mond az időgép, már nem olyan az időgép, mert nem annyira vészes. Inkább a szombat vasárnap lesz a durva. Holnap még csak érkezget. Elintéztük akkor ezt is, gyerekek, jó? Igen. Tehát holnap jó idő. Nem lesz vészes holnap, még szombattól keményedik, vasárnapra nagyon hűl, de holnap még egyébként ilyen 15-18 fok, szóval még nem a jeges, igen, nem a jeges északi szél, és nem a... Ja, és nem lesz eső sem, most nézem. Azt nem tudom, azt nem néztem, a fokot néztem, hogy ez kicsit javult, mint ha talán szombatra érne ide az igazi Armageddon. De majd meglátjuk. Ezt nem csak a te csoda applikációd mondja, ami mindig 3 vagy 4 fokkal többet nem, mond. Most már jót néz. Mert eddig az iPhone-osat nézte, és most már időképp rátszoktattuk a főnit, úgyhogy... Igen. Irányba tettük a srácot. Zsülét is nézem.
Ott van 18, azt írja Zsülci. Hát esőt azért mutat, de nem tudom. Szóval, hogy 14-18 azért az nem olyan vészes. De a hallgatókat azt se szokta elrettenteni. Minket annál jobban. Tehát magatok egy dolog. De... Kevéssé lelkesen jössz, Júli, kevéssé lelkesen. Igen, a hangulatodra ráül azért ez, hogy ilyen idő van. Fel kell magatokat szívni. Oda. Nem, csupa eső piktogram. Nem olyan, az villámok vannak, meg iharos szél. Nem, egy ilyen nap, és kibújik a felhő mellől. Ez ilyen, ha szerencsék van, pont nem esik, ha kicsi zápor, az is benne van. De nem az összefüggő eső. Jó lesz az. Jó lesz. Sokan az, megcsináljuk, én persze. Érzem, biztos jó lesz. Jó is lesz. Képzeljétek el, digitális detoxba vonultam. Hétfőtől. Hoppá! Ne csináld! Jövő már héttől? Már jövő héttől? Nem, már a hétfő óta. Azért nem válaszolsz az üzenetekre? Nem, azért a munka miatt néha előveszem, de azt vettem észre, hogy rettenetesen sok időt töltök azzal, hogy kiskutyás videókat, meg ilyen mindenféle... Felnőtt oldalakor ráadásul. És igen. Kiskutya plusz Nutella. Igen. Plusz öreg néni. Buksi. Buksi nagyon szereti a Nutellát. Ilyen lökött Reels videókat nézek, és tudod, és azzal az a baj, hogy az egyik tart, az mondjuk 20 másodpercig, és akkor a következő is csak 20 másodpercig, és olyan kis rövidnek, olyan kis cukorkáknak tűnnek, és hogyha összeadod, akkor hosszú fél órák, órák jönnek ki belőle, és múltkor néztem a képernyőidőmet, rohadt sok volt, vagy tehát legalábbis én annak éreztem, és akkor gondoltam, hogy kipróbálom, hogy milyen a viszonyom a telefonommal, meg a Facebookkal, meg az Instagrammal, úgyhogy az elmúlt héten így gyakorlatilag nem nagyon vettem a kezembe. A hétfőn indult a kísérlet, és kivittem a kutyát, és a 10. percben akartam elővenni azzal, igen, hogy rákeressek például, hogy házszámtáblát lehet-e a Temuról rendelni. És tudod, és tök érdekes, hogy egy csomószor például észrevettem, hogy vannak ilyen például a reggeli közben eddig észrevétlenül úgy ott volt a telefon a kezemben, és akkor így át nézegettem. És hogy ez egy ilyen tök automatikus mozdulat. És azon kapom magam, hogy már nyomom rá a gombot, és Jézusom, tényleg! És akkor kapcsolom vissza, de hogy ezek olyan ilyen automatikus mozdulattá váltak, hogy nagyon nehéz róla leállni. Úgyhogy legalább 2-3 nap kellett arra, hogy ezeket a mozdulatokat így kiiktassam, de most már egész szépen haladok. Na és lehet-e a Temu házszámtáblát venni? Nem tudom, mert nem néztem meg. Ne hülyéskedj. Nem néztem meg. De hát azért az mondjuk belefér, hogy rákeresel arra, hogy nem, az se fér bele? Nem, most ezen a héten nagyon szigorúan fogom magam, zenét se hallgatok, bámulok ki a fejemből a buszon, és tök jó, mert egyébként így elkezd így letisztulni a gondolat, így elkezd kiüresedni az agyad, és akkor olyan csend lesz a fejedben. Hát akinek van, mély üresedjen, ugye? Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy legyen előtte valami. Na, tök sokkal jobban alszom például, azt vettem észre. Hogyha nem a telefonnal. De ezt már régóta mondják, hogy az esti görgetés az a legrosszabb. Tehát ha görgetsz, akkor napközben görgetsz. Nem csak, hogy esti görgetés, hanem például, hogyha azt vettük észre, hogy ha reklám van, mondjuk két műsorszám között, akkor az egész család így fekszik így a kanapén, és így nyomkodja a telefont. És tudod, most, hogy én nem nyomkodom már, csak úgy figyelem a többieket, így rájöttem arra, hogy úristen, rettenetesen szánalmas az, amit csinálunk. És elkezdtem már őket cseszegetni? Igen, elkezdtem őket cseszegetni, és azóta többet is beszélgetünk. Amúgy is szoktunk ezzel, amikor különösebben nincsen probléma, de tényleg ezeket a holtidők, ezeket a 10 perceket azzal töltöttük ki eddig, hogy mindenki előkapta a telefonját, és így körülnézett. Boldog békeidők, nem kellett beszélgetni, érted? Mindenki nyomkodott. Uh-huh. Úgyhogy többet olvasok is most. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez egyébként jó. Most próbálom egy kicsit. És napközben vissza. Sem? BKV-n se, sehol? Nem, sehol. Sehol tartom magam. Aha. Zenit se, semmit se. A zene hallgatás. Csak keményen, én azt mondom, mindig, csak keményen. Hogy ne legyen zaj a fejemben. Aha. És milyen a csönd? Az belül van, Juli. Belül. Ijesztő. Végre hallom a hangokat. A megint. Láttátok az új luxus repülőnket? Bizony, vettünk. Ja? Vettünk egyet. Nem volt sok 10 milliárd egyébként. De jó gép. Mondjuk az a baj, hogy... Vettem egyet, ugye, hogy szép? Egyébként meg stábbulira elkérhetjük, mi 8 személyes. Egyébként? Pont elférünk. Egy karibulira, egy karibulira. Szerintem sima ügy. Igen. Hova repülnénk? Oké, hát szerintem érdik meg vissza. Ha mi fizetjük, akkor nem szerintem Török Bálintot meg kéne fordulni. Folyókás, jó reggelt, írja valaki. Scatman Juli. Akkor be se kapcsoltad a telódat? Egyébként be se. Kisebb se, gyerekek, kisebb se. És a hallgatók segítenek, igen, lehet venni a Temu házszámtáblát. Igen, jó? Igen, megveszik. Igen, majd ők megveszik. És meddig tart a detox? Meddig tart? Szerintem én most nem nagyon fogok lejönni. Igen? Egy jó darabig, igen.
Na. Igen, tehát azt, amit nyilván szervezéshez kell, előveszem, akkor kénytelen vagyok egy csomó, a héten is felmentem egy csomószor a Facebookra, de csak azért, mert hogy embereket kerestem. Azért nézd rá, igen, ha jön a Viber üzenet. Igen, de nincsen most az, hogy így pörgetem ész nélkül, és akkor én megállok így a videóknál, és akkor elmegy egy csomó idő azzal, hogy hülyeségeket nézek, amiket aztán utána persze felidézni sem tudok, hogy mi az Isten történt korán keresztül. Nagyon jó. Úgyhogy most nagy vaskos könyvekkel, meg mindenféle egyéb ilyen segédeszközökkel járok kelek. Segédeszközök is vannak, értem. Igen, hát valamivel szórakoztatnom kell magam, tudod. Nagyon jó, na kíváncsi, hogy ez meddig tart. De hát azért, ha már sokáig jól bírod, akkor utána már az jó lesz. Tehát, hogy... Tudod, mi a baj, hogy a többiek nem teszik le? Tehát, hogy akkor magányos, egyedül maradsz ebben a dologban. Ugye, amit a Juli is elmondott, hogy a család egyébként reklámidő alatt görget, nézeget, instázik, nem tudom, facebookozik. De egy valaki leteszi, az már át tud szólni a többiekre, és akkor ők is leteszik. És új, ez jól egy megverik az egy valakit, és mindenki tovább görget. Ilyen dominó elven. Gyerekek, tegyétek már, dumáljunk már. Ugye az a baj, ha senki nem teszi, akkor mindenki. Mindenki az bámulja. Ne, a gyerekek részéről lenne igény a dumálgatásra. De hát eddig nem volt fogadó partner. Igen, eddig nem van. Na, de most majd lesz, ez most tök jó. Igen. Ez tök jó. A következő, amit felül kell vizsgálnom, az a cigarettával való viszonyom. Na jó, azért ne legyél ennyire szigorú, nem kell ilyen spártai életet élni. Nem lehet mindent megvonni. Most leteszed a telefon, majd egy-két év múlva leteszed a cigit, majd itt szép lassan, nem kell minden, majd nincs új év, nem? Nem január 1-e, vagy január 1. Tele vagyunk itt a fogadalmakkal, kérem szépen, most adj egy kis időt, hogy nincs telefon. Jó, hogy nem az italt akarod letenni. Igen, nem fogsz élni már, mit fogsz csinálni, érted? Csak se cigi, se telefon. Semmi, hát mi fogsz élvezni az életbe, érted? Hát valami bűnös szenvedély azért maradjon. Nem lesznek közös témáink. Igen, hát látod, látod a titok? Hogy nem, látod? Nem. És azt tudod, és az orosz... hallod... Nem. És egy cigi... és már... És azt hallottad, hogy a 4-es metron nincsen mások... Honnan fogsz tájékozódni? Honnan fogod tudni, hogy hány forint a bitcoin, érted? Például. Honnan fogod tudni, hogy mi van a hírekben? Érted, mert ha híradót nézel, akkor azzal elmentél egy irányba, ugye? Tehát a tájékoztatásod viszonylag egy oldalú, de hát azt se nézed. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, képzétek el, hogy a Miro az ugye egy csomó telefonozik, és ő például azokat a témákat, ami nekünk érdekes lehet, azokat rendszeresen kimásolja és elküldi. Tehát amikor én például témákat illesztek be, az nagyon sokszor a férjemtől jön, mert hogy ő találja meg őket. Úgyhogy nekem még mindig van egy ilyen research-öm a Miki személyében, aki megtalálja a témákat, tehát nekem tulajdonképpen keresnem sem kell, tehát amikor tőlem érkezik téma a következő néhány hétben, az valószínűleg arról szól, hogy a férjem megtalálta, és én tovább küldöm nektek. Ő már témát se keresel? Hát ez nem sem. Hopp. Hallod? És a Fizu? Hát akkor az is csökkent. A férjét a téma keres, érted. Öt komár átszó neki, ugye ötletet, mert nem tudja szervezni, nem nézi a telefonját, nem cigizik. Hát ez... Nem leszünk így jobban. Nem tudjuk, hogy itt van-e helyed, Juli. Decemberben vagy, a Juli bejött? Nem. Igen. Valahol Juli szervezett, amit nem dolgozik. Én még hétfőn se láttalak. Úgyhogy... Amikor legközelebb visszérök, hogy te vagy az Miró, figyelj, ez egy szar téma. Ilyen szarokat te küldjél már ide be. Ez nem egy szerint, ilyen lepostaláda, érted, haver? Ez egy rádióműsor, értem. És ebből mit hozzunk ki, Miró? Szerinted ez... Na, tessék, ne csak a kérdés. Most kiszólaltassunk meg. Indokozzál meg két mondatot, hogy miért küldted be ezt a fost. Tehát, hogy értem, hogy hozzá ez egy jó téma. Hogy menjünk tovább. Képeket én is be tudok dobálni linkekről. Mi a téma belőle, haver? Mit csináljuk? Elolvastál egy headline, csak az jó, de mi legyen a téma belőle? Én értem. Na, legközelebb, ha jön tőled, amikor megírom neki. Szia, Miró, légy szíves, add vissza a Juli telefonját, egyébként zárójelben a téma fos. Keres többet, dolgozz többet, nem igazán. Kicsit szedd össze magad, romlik a teljesítményed. Egyébként nem szoktál sokat beküldeni már, mint a Miró, úgyhogy kicsit kapja össze magát. Egyébként tök sokat szoktam beküldeni. Tényleg? És jobbakat küldjön lehetőleg. Akkor valószínűleg most nem megy át az inger küszöbömön. Neked sok minden megy át az inger küszöbömön. De a témákat igen. Igen? Igen, a témákat nézem. Ami nagyon tetszik, arra lájkolok, ami semmi az. Az nem. Elmegy, a többi ami az rossz, meg... Ami meg... Azt meg azt gondolom, hogy... Ki ez a hülye? Nem is értem. Ez hogy... Jézus, acs is. Mintha nem is abban a műsorban dolgozik. Nem is, mint? Hogy? Jézus. Ezért veszik fel. Ez jó, na ez jó. Ennyi év után. Ami nagyon tetszik, arra még egy szívet is nyomok. Azt vehetitek fixnek. Szerintem az elmúlt évben egy szívecskénk nem volt. Azt vehetitek fixnek, ami szív, az különösen jó ötletnek tartom. Ez egy nagy dicséret tőlem, ha valamire szívet nyomok. Azaz. Az egy jó ötlet. Az egy like. Az egy nagyon nagy like, igen. Na jól van, hát hajrá akkor az unalmas élet felé, de tisztelem a lelkesedésedet. Egyébként jó, a digitális detoxra teljesen egyetértek, úgyhogy ez jó. Ez jó dolog. Meg szépen lassan visszakúszik az életembe. Ne haj, tartsák ki! Hát, most lehet, hogy végleg úgy jössz le róla, hogy napi egy órát.
Azért átnézed a híreket, ha érted, mire gondolok. Szóval, hogy picit azért foglalkozom. Nem baj, de hogy mondjuk mi tartod az egy órát, amiből szigorúan tudod, hogy ez az egy óra, ez kifejezetten munkára ment el, de egyébként megjön a 20 perc a képernyő időt, tehát levonjuk az egy órát, akkor marad 20 perc. Csak az tök jó. Az egy tartató állapot. Azt szerintem az nagyon. Simán, igen, az menni fog. Igen. Majd referálok. Jó, majd mondd, hogy hogy van a digitális detoxod. Jó. Gyerekek, elmegyünk, jó? Egy picit rögtön is, mert hogy fél hét van, és hát szokásos úton, módon vágunk neki a hétnek, lehet játékra jelentkezni, és aztán jövünk majd vissza. Jó, egy-két SMS még belefér? Hát jött közlekedési hír reggel. Mit látsz, mi jött? Ott van lent. Sziasztok, Üllői úton kifelé az MVM Domnál baleset, és befelé az Üllői úton a Lajos Mizsa sorompó előtt még szondáztatnak mindenkit. Kivéve az előttem álló Uber taxist, azt simán tovább engedték. Kivéve a taxisok, ugye? Szóval kivéve a taxisok. Mondani. Egyelőre ennyi. Egyelőre ennyi, gyerekek. Nagyon szépen köszönjük. Az óvoda pedagógusok új feladatairól, terheléséről lesz a beszélgetés. Vizsgáznunk kell óvik réte rendszer hátránya, nehézségei, bosszankodás. Óvoda pedagógusként jó lenne, de ez nem valószínű. Picit nagyobb, hát hogy is mondjam, csak szegmenseket szoktak leszedni, lefedni a témáink. Úgyhogy ezt így ne várt, kedves Klaudia, de köszi az ötletet. Jó, fél hét van, pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt! Kívánom jó mindenkinek! Jó reggelt! Hát ennek is az eredetiét szerettük, de ez se rossz. Ez se rossz. Azon gondolkodtam most, pont a két nappal ezelőtt beszélgettem egy haverommal, hogy mi ez a nagy retro őrület a zenékben. Mert aki ugye a régit ismerte, tehát a mi korosztályunk, annak a régi jobban tetszik. És az új generáció, a 20-asok, 10-évesek, azok meg nem biztos, hogy erre rácsavarodnak. De egyébként úgy tűnik, működik. Hát már nincs eredeti ötlet. Ja, hogy nincs ötlet, nincs. És akkor inkább kölcsönkérdés. De most oké, ismered a dalt. Meg tudnám mondani, ki az előadó? Fogalmam nincs. Na, hát ez az. Ennek volt egy eredetie? Ez van, persze. Hát tudod, a ré-rá-ré-rá-ré-rá-rá. Nincs meg. Nincs meg. Nincs meg az eredeti. Nem ugyanígy szólt. Hát azért a feldolgó. Oké. Na, de meg tudod mondani? Nem. Most te keresd meg. Berakjam neked? Már biztos. Hát rak már be. Mi volt ez? Melyik volt? Nem az Ecuador volt. Mi volt ez? A Szers az oké, de hogy mi melyik volt? Melyik volt ez? Ecuador. De nem, az nem az Ecuador. Vagy az Ecuador volt? Na minden, megkeresem. Szerintem ez SES volt, igen. Lehet ez Ecuador volt. Ecuador, azt mondják, igen. 2-3 SES dal volt, ami nagy sláger volt. És azt szerintem azok mindig jobbak. Tehát a David Guetta is hozzányúlt ahhoz a román zenekarhoz, a Koriszteri, Daniszteri, meg a nem tudom. Igen, ezek jó dalok voltak. Szóval, de jó volt a buli, jó reggelt, úristen. Hogy? Úristen, ja, most annyira, jaj, nagyon. Igen. Jaja, igen, hát az jó volt. Hedőjét is vissza kéne még hozni a következő bulira. Kellene írnunk egy ilyen wishlistet. Hát meg olyan, ami nem volt. Olyan, ami nem volt. Emlékszik arra, mi volt? 100 dal, tessék? Az első óra után ki emlékszik arra, hogy mi volt. Azt elég, hogy én tudom. Én emlékszem, én azt tudom, mi volt. Én azért emlékszem. Így nagyjából megvan. Megvan nagyjából? Igen. Annyira nem voltam szétcsapva. Tehát így megvan. Persze, én ugrottam a medencébe. Na most azt meg kell, hogy védjem magam, mert az az Eszter ötlete volt. Magával igen. Rántott mi? Igen, igen, ő vitt a rosszba. Az igen. Eszter ilyen? Igen. Azt mondta, hogy mindig megkeresi. Ez az. Jó, akkor vegyük föl ezt a listára, ez legyen. Jó. Ez legyen. Szedjük össze a dalokat. Ez legyen, mert ez egyébként nem volt. Ez ötlet volt, csak nem fér bele. Vagy 100 dal nem fér bele, tehát hogy igazából hát nagyon sok dal van. Akkor meg vagyok következőre. A maradt DJ Bobo volt? Volt, kettő is. Volt tényleg? Uha. Egymás után, és itt jön a legjobb rész. Egymás után volt kettő Bobo, a második résznek a végén. Micsoda dalok voltak, gyerekek. Mennyire szarok. De mégis mennyire jó. Jókorunk. Igen. A Mysterious Girl-t is szeretném. Peter André? Aha. Ez kicsit lassú.
Hát az, az egy a végén, lassú. Az a fölkapcsolós rész, tudod, amikor a Digibe is az utolsó dal volt a lassú. Azt vártuk, mert akkor végre összeszedted a bátorságodat, hogy egy lassúra, és tudtad, hogy annyi időd van, mert ott már a dal közepén fölkapcsolták a villanyt. Tudtad, hogy vége. És tudtad, hogy ott vége, haza kell menni, tehát volt egy perc 30-ad lassúzásra, és ott nagyon de nem, a Misterius Gigi Agustinoval zárunk mindig. A Misterius Görben mindig van valami a vége. Olyan lassú vonaglás, hogy az volt mindig az a szám, amikor a fiúk oda mentek a csajok az hátulról, így elkapták a csípőjüket, és így oda lehet dörgölőzni, nem? Volt ilyen. A Mysterious Girl, az pont az... Hogy oda mentek, én mindig egy szekrény mellett álltam a sulibuliba, és gátlásosan toporogtam, hát, és néztem a lányokat, akik sokkal rondább csávok táncoltak, de sokkal bátrabbak voltak. Igen, Marky Mark United, az se volt. Hú, mekkora nóta az. Marky Mark. Tegyük már be! Szeretted? Az eleje, ott az eleje olyan vokál van, az elején. A Marky Mark United nagyon nagy. Az hát az nagy, mindjárt berakom. Csak játsszuk el itt a hallgató, mindjárt berakom. Jajó. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Ahó, hello! Inkább, vagy. Le, inkább lejátszuk. De hogy is hogy hívnak? Szia, mi újság? Sziasztok, jó reggelt, Kriszti vagyok. Kriszta, honnan hívtál minket, Kriszta? Monheim am Rhein. Nem azt kérdeztem, hogy akadt-e valami a torkodon, hanem hogy Németországban vagy. Mellett. Igen. Düsseldorf és Köln között félúton. Mikor költöztél, és ha nem a pénzért, akkor miért? Hát a szerelemért, és 2017. Azt a mindenségét neki. Belezúgtál egy német paliba, vagy egy török kamionsofőrnek? Hát igen, egy török kamionsofőrnek nem tudtam ellenállni, de a most már férjem kapott itt munkát, és akkor úgy döntöttünk, hogy mi is jövünk. Azt a mindenit neki! És mit csináltok? Bizony, igen. Mit csinálunk? A férjem egy energetikai cégnél dolgozik, én pedig egy gyorshajtási kamerákat szerelő, forgalmazó cégnél szerkeztek gyorshajtási fényképeket. Az ellenség. Te vagy az ellenség. Szívesen. Na, az komoly. Düsseldorfnak nagyon szép óriás kereke van, most látom. Igen? Aha. Lehet. Ja, nem voltál városban. Soha az életemben nem voltam Düsseldorfban, és szerintem nem is leszek. Soha. Én erre nem lennék büszke. Nem üszkönség, csak egy megjegyzés volt, hogy Németország valahogy így azt mondja nekem valaki, pedig tudjuk, hogy gyönyörű, hogy nem megyünk el Németországban nyaralni, és ezt mondod teljes nyugalommal, nem. Hogy... Nem. De? Hát felszállás a gépről, sem ez Berlinig? De Berlinbe el kell menni, mert ott viszont olyan BDSM és szadomazó klubok vannak, hogy Júli arra veszi majd az irányt. Mi van Düsseldorfban, ami miatt érdemes oda menni? Az óriás kereken kívül, igen. Igen, te az jó, az mondjuk az őszinte, ott van Kriszta, igen. Igen, hát itt a Rajna, mondjuk, ami nagyon szép. De egyébként a mi városunk, ez a kisváros, ahol mi lakunk, itt van egy gejzír. Úgyhogy azért már érdemes eljönni, megnézni. És ilyen 20 percenként feltör? Akkor nem is kell elmenni Izlandig? Nem kell elmenni Izlandig, de nem 20 percenként tör föl, hanem hogyha elegendő mennyiségű napfényes órát gyűjtött össze a szerkezet, akkor kitör egy nap többször. Ez van a Budakeszi úton is egyébként, mert olyan állapodon vannak a gázcsövek és a vízcsövek, hogy ez bármikor gejzírként feltör a telkiek, a pátyiak és a budakesziek legnagyobb örömére, úgyhogy ez nálunk is. Egyébként csak mondom, hogy ezt a budakeszi gáz dolgot elég gyorsan megoldották. Szerintem idő előtt megcsinálták, úgyhogy le a kalappam. Kriszta, kivel játszanám? Én Julit választottam. Ó, nagyon jó. Igen, hát havi szűz a Juli. Nem igen, Juli még nem játszott. Ja. Fél éves szűz vagyok. Ne hülyeskedj, tényleg? De, igen. És jó? Vagy elvesztenéd? Hát, most már. Igen. Kérdezik, hogy buzgár van-e, mert ha van, akkor megnézik. Tehát a kejzésre rossz, de buzgár van, akkor az. Az még nincs, majd próbálunk intézni. Nagyon jó. Na jó, már játszatok, akkor egyet elindítjuk, jó? A játékot, és akkor mehetünk. 3-2-1-es tessék. Kriszta, vagy Kriszti, melyiket szereted jobban? Mindkettőt szeretem. Az igazság az, hogy mióta Németországban lakom, csak Krisztinának hívnak, ami elég fura, de most már megszoktam azt is. Krisztina, ja, Krisztina. Genau, ja. Juli, azt szeretném tőled kérdezni, hogy az Annának szánt ajándékod, az mikor lesz? Adok ajándékot az Annának? Úgy emlékszel? Hát amit adtál neki. Amit adtál neki a szüli napjára? Szombaton. Oh-ha-ha! Tényleg? Ja, bocsánat.
is. Szombaton megyünk. Emlékszel rá, hogy mi lesz az? Úgy emlékszem, hogy valami csipendéles, nagyon olajos testű, vetkőzős fiús mulatság. Biztos vagy te ebben? Korrekt. Nagyon jó. Végig mentünk rajta. És meg is nyerted. Kicsit. Igen, lassacskán, szépen, óvatosba, de megnyerted. Kriszta, ugye Juli kimondta, de németül mondta, azt elfogadjuk, az nincs a szabálykönyvünkben, hogy idegen nyelven nem lehet kimondani. Ez igen, nemet. Írjuk bele, hogy se németül, se spanyolul, se latinul, se héberül, se óarámi nyelven nem lehet kimondani az igen. Megnyerted így is, ugye igazából azt hiszem, hogy nincs is jelentősége. Szuper, köszönöm. Úgyhogy gratulálunk, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj! Gratulálunk! A nyereményed egy 30 ezer forint értékű ajándékkártya az Ecofamily üzletlánc jóvoltából. Na! Van még bárki, aki átvegye Magyarországon, vagy már mindenki kiköltözött? Igen. Van, még van édesanyám ott él még. Ó, Muter nagyon fog örülni egy Ecofamily-s ajándékcsomagnak. Én is azt gondolom. Megkötti majd szép dolgokra. Kriszti, még egy kérdésem lenne. Itt azt mondtad, hogy te gyorshajtási fotókat szerkesztesz. Hogy igen. A 90-et te írod át 140-re? Csak hogyha elég támogatást kapok hátulról. Hát ha hátulról támogatást kapok, akkor én is átírok ezt. Csak még nem tudom felvállalni. Nem, majd esetleg lebukok egy videóban, ahogy mostanában ez szokott lenni. Karkötőt vedd le előtte. Nem, egyébként nem, ez teljesen automatikus nyilván. Mi csak a minőségét javítjuk a képnek, illetve egy nagy képből kell csinálnunk három kicsit, amin a sofőr, illetve a rendszám látszik jól. Igen. És láttál már nagyon fura fotókat, ahol valami nagyon furcsa dolgot csinál a sofőr, miközben éppen nagyon gyors hajt? Hát az orrtisztítás ujjal, több ujjal, egy ujjal az így mindennapos, de az egyik kolléganőm mesélte, hogy volt olyan, amikor egy rolleres vagy egy biciklis elment a háttérbe egy 30-as kameránál, és előtte négy fickó beállt háttal a kamerának, és letolta a gatyáját. Ez csak nektek. Krisztina, ez a tiéd? Igen, egyébként nem értem ezeket a nemzetközi jeles mutogatós képeket sem, mert hát igazából ő van felháborodva. Igen. Kikéred magadnak. Igen. Krisztina, köszi, elbúcsúzunk, puszi. Rendben, köszönöm. Hello. Hello, 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 hello. Na jól van, akkor van egy 100%-a, Gyuri, ez egész jó. Őrület. Én rendeztem, amit rendeznem kell augusztusra, megérkezett a revolutus utazás. Miért lenne 100%-a, nulla? Nincs. Hát elbukta a játékot. Hát ezért mondom, hogy milyen jó lenne, lenne 100%-ot, de jó, ha tudod, hogy nullánál. Ezt akartam mondani. Nekem mondhatsz bármit, én örülök. Ezt akartam mondani, hogy most igazából az is lehet, de nincs. 100% buktán vagy, úgy értettem, Valás. Ú, basszus, és ha nem játszom többet, akkor mindenképpen én fizetek. Így van. De a kifizetések elmaradoznak. Nem igaz, a múlt hónapot rendeztük. Eszter is? Eszter is kérdezte, átküldte. Pedig tőle nem könnyű. Nem bizony, ő ül a pénzen. És ha az a testű rá valamire, onnan nem szedett ki. Alóla nem húzott ki. Na jó, akkor egy kis muzsika? Mehet. Vagy hét után muzsika? Nem. Most akarja. Ez már biztos, hogy lesz a bulin. Ez a dal. Ez tuti. Ez nagyon sajnálom, hogy ez elmarad, de hát egyszerűen nem fér bele, de ez... Ez már biztosan lesz a bulin, aminek az időpontját még nem tudom. Várj csak ki a végét. Vannak már tárgyalások. Hát hogyne? Vannak már jelen. Itt már érted, itt van a Wembley, itt van a... Amit Adél lemondott. Azt ne betömködött. Igen. Na jó, van akkor egyébként még belefér egy zene? Ne legyél már pessimista. Az fér bele, amit akarunk, hogy beleférjen, nem? Legyél bátorak. Legyetek bátorak. Hoppá, elnézést kérek. Figyelj és minél. Bocsánat. Térdre imához. A hidegrász. Azt tudod, hogy ezt a kölni dombban vették fel az orvonát? Komolyan? Nem, csak szétfotnak. Bármeddig tarthat, olyan, mint egy jó előjáték. A diszkóban ezt nem játszották le soha. És már úszik be a dal. Figyelj. Ez az, amit 20 év házasság után már skippelünk.
Egyébként jó indulóda. Az elmondom, kellene, az ez első, egy jó indulóda. Itt már kaszállok a izé. Ez egy jó indulóda. Itt már sikongatunk. Úristen, itt már de nagyon jó entsó, de nagyon jó entsó, de nagyon jó végedal is egyébként. Ez mindenhol jó. Én a közepén is meg tudnám. Írd fel valahova a telefonodban. Ez a fejemben van. Ez szívedben. Na jó, van egyétek, gyerekek. Egyétek. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Azt írja Barrás, hagyjátok a csába mai napot, mondja, holnap majd megbeszéltek az elnökjelölt vitát. Muzsikáljatok egész végig, ha már ilyen zenék vannak, igen. Szóval, ja, hát ez jó kis zene volt, mindenkit felébresztett, úgyhogy azt írjátok itt többen, hogy igen, legyen még ilyen, hát lesz majd, gyerekek, lesz majd. Lehet, hogy még találunk egy-kettőt, még ma reggel is, akár. Dátumot. Lesz dátum. Ezt követelik a hallgatók. Nem sokára lesz dátum. És akkor rekordot dönthetünk. Megmúlna melyek időszára. De sem mennyi időlet. Nagyon irítál ez a kis 22 éves kis nyíkhajcsávó, úgyhogy most az muszáj lesz. Az, fog ülni összerokkadva, megcsinálta. Muszáj lesz itt odapirítani valamit. Ja Istenem, hát de azt mondják, hogy ez a te ötleted volt egyébként, Júli, hogy köszi ez a dal, hidegrázos volt, köszi Júli, imádlak. Ugye, te vetetted föl a Márki Márkot, igen. A Márki Márk és a Mark Wahlberg, az nem ugyan egy és az ugyanaz. Igen? Persze, csak ő Márki Márk volt először, és aztán hát Mark Wahlberg itt született valószínű. De ugye először volt énekes, meg DJ, vagy rapper, vagy nem tudom, és aztán lett ő filmsztár. Tehát ő előbb volt Márki Márk. Okay. Milyen jó Júli akkor veled a... dumcsizni, mindig valami új info. Oh. Igen. Ő előbb volt Márki Márk. Na, kérdezve, aki kinyert az elnökválasztási vitát, hát az Origo szerint Trump. Ugye ezt tudjuk. Ott nincsenek kérdések, gyerekek. Ma fölényesen hozzátenném. De majd jól megmondják nekünk. Majd megnézzük, igen, egyébként érdekes volt. Meg más azt láttam, hogy oldalak lefordítgatják a vitát. Azt láttátok? Ilyen 15 perces szösszenetet csinálod előtt. Utána 24.hu vagy valaki összegyűjtötte csak ilyen villanásszerűen a legjobb mondatokat, pillanatokat. Igen. Alsó nemű modell volt egészen pontosan. Ki? Calvin Klein modell volt. Donald Trump. Nem, ő talán Calvin Klein, valami alsó nemű volt, azt a Márki Márk, és aztán lett ő színész. Igazából így indult az ő. Fölépítette a csávó. Karrierje. Igen. Nekem akkor majd én is szeretném kérni még egy számot, a Good Vibration című számot. Ó, milyen muzsikák jutnak itt eszedbe. Azt a mindenségét neki. Gyűlöltem mindig azt a dalt. Utáltam. Hát akkor ez nem lesz. Vannak dalok, amiket rettenetesen utáltam. Tudom, ez melyik. Igen. Tudom, hogy ez melyik. Ja, Istenem, nagyon szórakoztató híre bukkantunk. Itt a Matrix Oktatási Központ bejegyezte, hogy kiadó iroda helységek Budapesten a 19. kerületben. Megszűnik az OK-s képzés. Várjál, hát megszűnik az OK-s képzés. Havi bérleti díj 5000 forint per négyzetméter. Bővebb információért keres a kollégánkat. Nagyon jó megközelítés, tömegközlekedés. Elolvasod a hírt, azt mondod, hogy csak egy sima iroda. Aztán rájössz arra, hogy ez a 19. kerület a Kóskároly tér, de még erről se rémlik, hogy miről van itt szó. Kérem szépen, mit csinál a Matrix Oktatási Központ, hol keres ugye bérlőt az irodának? Amíg meg nem látod azt az ominózus képet, ami ott van lefotózva. Jaj, hát az ikonikus épület. Hát gyerekek, generációk nőttek föl, és buktak el, és élték le a fiatalságokat, és lettek felnőttek, míg ment ez a sorozat, felfogadatlanul durva, mert hogy látod a Mátyás teret, ami ugye nem a Mátyás tér. Vár, minden. Igen, ez a Barátok közt irodája, gyerekek. Illetve kívülről ugye ez volt a Mátyás téri fotó, amit lefotóztak, és ezzel indult a sorozat, meg ez volt mindig a külső totál képe. Aztán ezt nem ott forgatták, hanem aztán bent az RTL-ben, de a külső képek, ugye ez volt az ominózus hát Mátyás tér. Ezt most kell megtudjam. Hát ezt most kell megtudjam, hogy nem ott forgatták. Hát a Mátyás tér nem is Mátyás tér, hanem Kóskároly tér. A rózsapresszó nem is rózsapresszó. De lefotózták. Lefotózták, ugye, mert hogy itt van az ominózus iroda. Azért milyen durva, mennyire ikonikus lett ez a helyszín, hogy ránézel, és tudod, hogy a Barátok köznek a főcímdalába. Ez a kicsi csúcsos, ilyen fehér, ilyen fekete ablakos, ilyen nagyon fura ház, ott Vekerlén, ami ugye a Kóskároly téren van. Elmész és látod, hogy úristen, hát ez 20 évig ez volt a sorozatban. Nem is ebben az épületben van egyébként. Tehát maga a portál az nincs is lefotózva ezen a képen. Tehát ez nem az a ház.
Melyik? Tehát, hogy ha, és nem az a lány. Igen, tehát még ezen az utcán még lefelé kell, hogy menjél, és akkor ott van mellette egy viszonylag teljesen lettelen. Én ezt láttam egyszer élőben, mert nem olyan rég ott forgattunk, azért besírsz. Tehát ott állsz előtte. Legközelebb egy innen közel vagytok? Nem vagyunk messze, igen. Igen? Igen. Hát, egész vekerle nem nagy, tehát igazából... Hát azért elég nagy. Még gyalog, igen. 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 Na most figyelj, amilyen kommenteket ők kapnak, azt imádom. Tehát, hogy azonnal 842 lecsapott az internetes közönség rájuk, és 372 hozzászólással a következő kommenteket tudták beírni. Itt fogadjam az üzletfeleimet. Közben meg az öreg Hoffer óbégat a gangol. Az öreg Hoffer óbégat a gangol. Következő bejegyzés, nagyon jó. Igaz, hogy itt új élet vár? Azon a lépcsőn vonszolhatod fel fáradt tested minden nap, amelyeken Magdi anyus bemutatta már előre az olimpiai brékstílust. Írja valaki. Fél nagyon jók. Berényék ezt megengedték, hogy a házukba irodát adjatok ki? A Laci által vezetett boltban van report? Géza még lent van a pincében a felrobbant pénzkazettákkal, kérdezi valaki. A rózsabisztró még mindig Barta Zsolté? Én csak a kommentekért jöttem, írja valaki. Á, Istenem. Szóval, hogy nagyon jó, én imádom, amikor az internet éppen valamire lecsap, és azonnal szétszedik a diket. Ha Tilda ott van, én még kiveszem, írja valaki. És egy se jön olyan, hogy igen, hogy telefonszámot szeretnék kérni, hogy érdekelne, vagy akármi, csak ilyen komment. Berényi Miki kedveli ezt, igen. Ha Tilda ott van, én azonnal kiveszem. Tilda volt az, akit négyszer lecseréltek, ugye? Igen. Hát Tilda volt az elején nagyon jó. Ő mindig újra testben, új testben született. De az első test volt a legjobb. Az összes Tilda jót is Tilda volt. Igen? Eléggé. Nekem az első Tilda tetszett a legjobban. Persze, hogy a Berényi Miki megfenyegessen, hogy ez az ő háza. Igen, igen. Tegnap megnéztem az összes részt, írja valaki. Igen. Aztán jönnek az okosok is ilyenkor természetesen. A ház valóban a sorozat, de csak kívülről szerepelt benne. A lakások a kamporna mögötti RTL székházba voltak berendezve. Volt szerencsém három forgatáshoz, csodás volt. Ugye mindig megérkeznek, tehát az internet azért a kommentekben is hozza az okost, a cinikust, a viccest, a kevésbé viccest. Hogy azért az mindig így van. De egyébként tényleg így van, sőt, nem, egyébként nem is így van, mert indult a barátok köz, ez valahol még kint Újpesten, vagy valahol 100 kilométerrel kijebb forgatták, és aztán költöztek be az RTL székházba, de legelőször ez valahol ilyen, mi van ott? Nem, M3-as. Kampona. Nem, M3-as. A Fót felé, ahogy mész, ott Fót az a felé, nagy stúdió. Az a nagy stúdió. Hát valahol ott, igen. Aha. A Kolosseum, vagy mi volt az, nem tudom, mi volt. 23 éven keresztül ment. 23 éven keresztül ment a sorozat? Igen. Igen? Hát emlékeztek, az első pár évben voltak ilyen találkozók, ilyen közönség találkozók, amikor vörös szőnyegen felvonultak Berényék. Voltatok ilyenen? Nem, hát sajnos, ne haragudj, pont nem értünk rá. Igen, nem igazán, de hát fiam, amikor ők elindultak, nem tudom, 97-ben talán, ugye? Hát akkor azért Juga Veronikával, meg Konta Barbarával. Igen. Hát ugye ők tényleg voltak a kezdő nevek. Téged sosem akartak beszervezni egy-egy epizód erejéig? De. Akkor le tudod szóval nemet róla mondani már akkor is. Akkor gyakoroltam a nemet mondást először. Igen, illetve Annát bedobtad. Az lett volna a szerepem, hogy... persze, hívtak. Igen. Közvetlenül a producer hívott, ugye, Kalamár, és az lett volna a szerepem, hogy bemegyek a Rózsapresszóba, és iszom egy kávét, és megismernek. Tehát, hogy lett volna szerep, de közben igen, a Balást kellett volna hozni, és akkor én ilyen kicsit ilyen, valahogy ilyen undokul így lepattintom őket. Ne. Vagy a Jugát, vagy a Kontát, igen. Hogy így odajönnek, hogy te ne. És akkor így és akkor gondolkoztam, és akkor mondták, hogy egy próbafelvétel megnézzének, hogy a támasztom a pultot. Na persze, egy próbafelvétel. Pillanatra láttam magam a Rózsában azért. De miért nem vállaltad el? Miért nem vállaltad el? Mert nagyon kellemetlennek tartottam. Na, igen. Már akkor is borzasztó kellemetlennek tartottam. Volt humorérzékem, és nem a barátok között gondoltam viccesnek. De akkor mindenki föltűnt benne. Tehát a Kokótól, emlékeztek, ott egy nagy kameók voltak, hogy minden híresség az bement egy pillanatra oda. Igen. Hál' Isten volt, hogy is mondjam, csak arányérzékem, vagy nem tudom. Ez mi a jó szó erre? Ez jó, arányérzék. Éreztem, hogy nem kell nekem ott arány és szégyenérzéked volt. Igen, de akkor már előbukond a szekundersz. Nem a sorozatta volt baj, mondtam, hogy gyerekek, tök jól csináltok, nem, én biztos nem állok be a Rózsapresszóba. Tehát, hogy, de nem azért, hogy hú, de nem, hanem hogy éreztem, hogy ez nem lesz életem nagy kameója. Úgyhogy elegánsan visszautasítottam. Én voltam BK-castingom. BK-castingon voltál? Annyira szarú volt, sikerült, hogy nem válogattak be még pultot támasztani, se.
De mi volt, amit kellett volna csinálod? Hát volt egy ilyen próbafelvétel. Ja, hogy, el kellett mondani valamit. De miért mentél el? Akartál szerepel? Amikor már ment, vagy még a legelején, amikor még kellett hát a ez olyan rohadt régen volt, vagy olyan rohadt régen indult, hogy az még ugye a kölyökidő után volt, és akkor így azt gondoltam, hogy mindenképpen kamera előtt kellene maradjak. Ja. És akkor elmentem egy ilyen válogatásra. Múltkor a Böjte Piros azt mondta, hogy még vissza is tudná keresni a felvételt. Azért azt megnézni. De az a filmbe se jutott soha. Hát ott azért színészek voltak. Igen, ezért is akadtam el az első fordulón. Nem jutott el át? Nem. Hát pedig azért ott sokan nem tudtak színészkedni. Az a jó, de legalább volt egy diplomájuk hozzá. Kinek? A Júgának, vagy a Kontának, vagy a Hofer Misinek, vagy a fiataloknak? Hát szerintem ott senkinek nem. Szerintem még nekik se. Nem, azt mondták, túl jó vagyok. Igen. Hát annak ugye bejutott. Én voltam castingon, és hát nekem Julival ellentétben hát ez sikerült. Én játsztam a Barátok közben. Orosz tanár. Spanyol tanár, igen. Spanyol tanár voltál tényleg, és ültél a rózsában is. Igen. Hogy a fenébe? Jött a Csekka, és akkor ő meg kellett... A sárga? A Csekka az elműtől, és azt befizettem, és hazamentem. Meg kellett fizettem a Csekka az elműtől, igen. Ja, és akkor tényleg volt mondatod is. Igen. Ne viccelje már. Hát több részben is benne volt, nem? Hogyne. És kit tanítottál spanyolra? És kicsit ilyen szigorú spanyol tanár voltál, nem? Nem voltál szigorú? Ne, hát ez egy bonyolult száj volt, ott kiderült, hogy nekem aztán a lányomnak gyereke lett, ugye, akivel én nem tartom a kapcsolatot. Hát Bobby Ewing nem volt ennyit a Dallasban. Igen, hát azt a mindenit. Volt egy kisbaba, és akkor én azzal ott mászkáltam. Hát nagyon nagy élmény volt. Azt a mindenit. Figyelj, és aztán amnéziát kaptál. És a fontos kérdés, hogy a Gázsi megérkezette. Igen, 15 évre utal az RTL. Hát nektek köszönhetően. Kaptál? Hát nagyon jó gázsit kaptam, megmondom. Igen? Őszintén. És Vili bácsi rátpróbált a színfalak mögött a büfébe? Inkább Laci. Laci bedobott egy modoros kávét a büfébe, és azt mondta, hely a betyár mindenit, ki ez a szőke citron itt mellettem? Volt valami? Feltűnő modoroskodás? Laci, igen, ő ott volt, vele volt, tehát a Lacival volt közös jelenetem. De vele az, hogy ő élőben is olyan kellemetlen, mint a sorozatban. Tehát, hogy tulajdonképpen a Tihanyi Tóth Csaba az... Tehát, hogy, de hol találkoztál vele, sztorigálom? Egy vécébe egyszer egymás mellett pisítünk. Nem, hát többször az RTL-be és büfébe, étterembe, ő ugyanez. Balazs! Hogy szolgál a kedves egészséget? Csaba, már meg a tarhonyás úr, a kovászos volt, ki a bajába itt létsz. Tihanyított Csaba, mit csinál most vajon? Modoroskodik. Ebben a pillanatban, szerintem, ha ő, tehát ebben a pillanatban valahol éppen most nagyon modorosan kávét vásárol, szerethetően modoros, tehát az szerethetően modoros, kenyeret szel, és közben valószínűleg nagyon modorosan morgolódik, és vitatkozik a híradóval. Én nem vagyok benne valami sorozatban. Feri, téged hívtak? Nehogy is, nem, hála a jó Isten. De nem vállaltad volna? Na, mondd, de most őszintén. Lett volna egy picike kis szerep. Nem gondolnám, hogy egy ilyen színész alkat vagyok, tudod? Tehát, hogy... Ferit kellett volna, hogy hívjátok. Tihanyához képest, hogy csak magát adta, jól kiúzta 23 évet. Igen, te egy ilyen alkesz lehettél volna. Ott álltam volna, állandóan belekötök mindenkibe, tök jó. Feri bácsi, zárunk, menjen most már haza. Dehogy zárunk, hogy elárnánk. Igen, azt a mindeni gyerekek. Na jól van, szóval aki akar magának az a Matrix Oktatási Központ bejegyzése alapján, vegye ki a Mátyás tere gyereket. Hát figyelj, azért a marketingre már nem nagyon kell költeni. Ez körbe ment. Az internet lecsapott azonnal, és kommentek formájában kifejezte. Még egy dalt lehetne írni rá, ugye, hogy az új élet vár, úgy kezdődött a régi főcím, hogy új céged vár. Esetleg ezt meg lehetne csinálni, igen. Új céged nálam vár. Nálam kizáró oka a házban, semmi nem maradhat titokban, sorry. De Kelly, vannak ilyen tematikus séták. Egyébként kis szekérrel körbevisznek, és akkor megmutatják. Milyen a... szekér? Lovas szekérrel? Lovas szekérrel körbevisznek, de ez a főváros 2024 van. De te még nem jártál Vekerlén, mert Vekerlén... Várjál, mi van Vekerlén, lovas szekérrel felülsz? Lovas szekérrel felülsz, sőt, vannak olyan tematikus sétavezetők, akik ilyen kis kosztümökbe beöltöznek, ilyen hosszú ruhákba, és akkor megállnak ilyen tereken, és akkor megy egyik állomásról a másikra. De mi a látnivaló Vekerlén, a dühöngő vagy a park középen? Vagy? Tehát
mit tudok megnézni? Vekkele története az elég érdekes. Ja. Tehát, hogy igen, tehát, hogy körbejársz, és akkor közben vezet, és elmondja, hogy ez volt itt az első épület, hogy milyen érdekes a szerkezete az egész Vekkerlének, hogy széttartanak az utcát. És erre van, aki fölül? Van, van. Jézus Mária. Jönnek, és igen. Benne van a túrában a Barátok Közház? Na, ezt hát viccelsz, az egyetlen. Meg kell koszorúzni. Hát azért leraksz egy mécses. És álljunk meg egy pillanatra itt, és Tihany Tóth Csaba emlékére gyújtsunk meg egy gyertyát. Igen. Azért még az Istenes Bence is szerepelt benne, tehát hogy még ő is benne volt. Tehát nézd, még szerintem Viva TV-sként, igen. Tehát akkor valószínűleg mondom, mindenki, aki tudott, élt és mozgott, az valahogy felvillant. Csak te nem. Egyébként akkor az egy nagyon nagy dolog volt, szóval bemenni oda, és ott egy ilyen cameóra beugrani, mint amit úgy nézték 2,5 millióan, majd 3 millióan, tehát akkor azért ez egy nagyon nagy dolog volt. Nem olyan volt a renoméja, mint most, hogy már kicsit mindenki a Netflix meg az Amazon miatt lesajnálja. Most könnyű erre így visszagondolni. Uh-huh. Na de azért ne felejtjük el, szóval azért kiürültek az utcák. Szóval azért, tudod, most kicsit mindenki, jaj, barátok, jó, persze, hogyan tetszik mondani? 3 millió ember, 97-ben, 98-ban? Uh-huh. Tehát, hogy azért az mindenki rohant haza, és másnap arról beszélt a fodrásznál. Hogy a Berényi Géza. Ez még a meg a Barta Zsolt. Balázsó idejével? Nem, a Balázsó jóval később. Hát 97-98 indult a Barátok Közt, a Balázsos 2003. Hát 97-ben én még zenetévézni kezdtem. Már ment Júga Veronika, amikor én még Hőálló Megállót forgattam Békés Csabán. Hőálló Megálló, ez volt a címe. Hát itt volt valami szponzorunk, és a Hőálló Megálló. Ezt ma már velem nem lehetne adni ezt, ez ma már ez nagyon áthalásos. Ma már nagyon beseftás erre a levegőbe csapnak. Az biztos. A melók, amiket nem kellett volna elvállalni. A melók, amiket nem kellett volna elvállalni, már akkor is Hőálló Megállót vezetett. Olyan forró, mint az izé, te hajvassaló. Hőálló, nézd meg, honnan indult a Hőálló Megállóval. Szóval akkor azért az nagyon-nagyon nagy dolog volt. Most már tényleg mindenki kicsit ilyen szégyenkezve elfordítja a fejét. Egy ország szocializálódott a Barátok Köztől. De hát nagyon voltunk traumatizálva a szomszédokkal. Tehát ugye miért nem értjük az evolúcióját? Nincs kérdés. A szomszédokat is ugyanígy néztük, csak azt ugye nem minden. A szomszédok tettünkre valójában minden. Ott indult a mélyrepülés. Tehát valójában a szellemi mélyrepülés az ott indult a szomszédokkal. Azt tudjuk. De mégis akkor az egyébként a rendszernek fekven nagyon jó volt. Hát ahhoz képest egy szellemi pesgés volt. Egyfajta, hogy is mondjam, csak hát intellektuális bomba volt a Barátok Közt. A Barátok Közben volt áskálódás. Voltak ilyen nagyon negatív karakterek. Hogyne. A Gábor volt az egyetlen cinikus arc például a szomszédokban. Hát ott nem volt rossz karakter, meg szemét, nem? Hát de abszolút. Hát azért ott is voltak, hát ne hülyéskedj. Azt a mindeni gyerekek azért Anna fotója. Anna fotója. Úr, mindig csak bölcsöd. Tihanyi Csével még a fotón is modoros úgy, hogy meg se szólal. tehát nézni sem tudsz ilyen modorosan, ahogy a Tihanyi néz úgy, hogy bele a kamerába. Maga a nézés a Modor Márton. Azt a mindenit, Anna, ezt kikelted. Tényleg, de a legjobb durvább az, hogy vannak olyan hallgatóink, akinek most az elmúlt 15 percben fogalmuk nincs, hogy valójában miről beszélünk. Tehát ebben az a megdöbbentő, hogy beszélünk mondjuk a szomszédokról 85-től, mit tudom én, 95-ig, nem tudom menni, és beszélünk egy Barátok Közről 97-től, rest in peace, 2020-ig, vagy nem tudom meddig szenvedett, ugye hosszú halál volt, de hogy igazából tehát az valaki azt figyelj, se 97-ben, se nem éltem. Tehát mondjuk 2005-ös hallgatók, azt nem tudja, miről beszélünk. Hát most ez a nagyon durva. Az RTL 2-n egyébként most újra ismétlik ezt az egész sorozatot. Igen? Igen. Én valamelyik nap így beleszaladtam. Azt a minden segít neki. Néztem egy pár percig. Néha a Balázsóba is beleszaladok. Na, mi bocsássál. Ha elcsíped, akkor azért ott maradsz előtte? Szoktad nézni saját magad? Nem, soha. Nem. Soha. Így felröhögök, amikor bemegy az RTL-be, és valamelyik képernyőn látom, hogy úristen, Jézusom, az a puló. Úristen, az a haj. Jézusom, miért voltam, hogy nézek? De ennyi, nem nézek bele. És nincs olyan, hogy olyan érzésed van, miközben nézed magad, hogy mintha nem is veled történt volna? Tehát, hogy annyira sokat vettetek föl, hogy nem emlékszel a konkrét epizódokra? De olyan van, hogy nem tudom, hogy mi a sztori, az egyik se ugrik be. Hát fölvettünk 1100-at. Minden adás volt 3 sztori. Tehát az nagyjából azért durván olyan, mint a 3-4 ezer történet. Hát azért azt most ránézek egy RTL Goldra, vagy mit tudom mire, azért nem ugrik be. Ja, tudom, a Józsi éppen levert egyet a Lacinak. Mereljük ki meg a Marikort, azt az istáló mögött. Most nem, tehát én nem tudom, nem emlékszem. Van egy-két ikonikus dolog, amire igen. De arra se szívesen. De arra nagyon szívesen. Az egy szabadabb világ volt. Akkor még lehetett csinálni olyan dolgokat a tévében, amit már nem is nyújthat eszedbe, hogy ezt megcsinálod a tévében. Délután 4 órakor, bocsánat. Délután 4-et írunk, 5:30, 16:35. Pórázon sétáltatott felnőtt emberek. Latex buslakodóban délután 5:30-kor. Nem volt egy jobb világ. Voltak ott nagy rácsodálkozások.
Tessék? Ott majdnem... Volt rengeteg fekete. ORTT ugye feketét elfeketítette az RTL. Ja, igen. Jó, de akkor még nem írták így igen. a 6 milliókat. Nem csak írták, hogy a Balázsom miatt, mint a fekete meg valamennyi pénz. És tudod, milyen büszke voltam magamra? És az volt a durva, hogy a feketével is megvertük a Barbarasót. Jobb lett a nézők. Várnánk a nézők, mikor jövünk vissza. Na jövünk mindjárt, itt vagyunk 7:30 pontosan. Balázs azonnal visszatér. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Jó reggelt. Ez mi várja? Jaj. Dua Lipa. Így van, szerelvénybolt úr, mondjon valami kedveset. Ma még olyan kis izé, de aztán itt a vége. Köszönjük szépen. Az csak optimistám. Támogatta a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és gázkazánok forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Nem rossz az, befűtesz, olvasgatsz, összebújsz, ezek lesznek a hétvégén. Így van, nem mindegy, hogy milyen sorrendem. De ez kivel fűtesz be és kivel bújsz össze. Igen, az én most így. Olvastam az Indexen, hogy árvízre készülnek. Bizonyám, olyan nagy eső fog lesz ebben a 3-4 napban Bécsbe meg Ausztriába, hogy akár ide is ér az áhúra. Mennyi esőnek kell esni, hogy 4 nap alatt úgy, hogy minden folyónk a kiszáradás szél. Árvíz legyen, ez brutál mennyiségű eső, tehát hihetetlen sok jön. Vagy nem esik, vagy nagyon sok jön, semmi nem jó nekünk, mert most már örökké morgunk, igen. Hallottátok, hogy James Earl Jones meghalt? Micsoda? James Earl Jones, meg vagy ki ő? Igen. Nem. Nincs meg, hogy ki a James Earl Jones? Egy fekete színész volt James, és a hangja volt nagyon jellegzetes. Aha. Akkor rajzfilmeket szinkronizálta. A rajzfilmeket is szinkronizálta, de szinkronizálta, meg hát játszott egyébként egy csomó filmen, tehát hogy szegény ugye ezzel vált egyé, de hát nagy kaliber volt ő. Ő volt Darth Vader hangja. Várj, becsukom a szemem. Elmondom neked, hogy jól hozom. Kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen hajdús, zanusz is, ilyen elektronikus Darth Vader, ez egy kicsit. De magyar, ha megefekteznék ezt a Skywalker ancsor, elmondom, hogy nem rossz. Azt nem mesélted, hogy ezt állítólag valami reduktorral csinálták? Búvár reduktorral csinálták. Hát egyébként tökre ilyen. De az egész tök abszurd. Figyelj, ott van Darth Vader, ugye? Tehát vasszák neki, hogy figyelj, akkor te leszel Darth Vader. Jó, mit fog csinálj? Semmit, egy vödör lesz a fejeden. Jó, de akkor majd legalább jó hangokat adok. Nem, a hangot lesz James Earl Jones. Mit fog csinálj? Semmit, egy fekete vödörrel a fejeden, te leszel David Prose, aki eljátsza a Darth Vader, és azt mondod, de nem a saját hangodon. Jó, de akkor majd szuszoghatok? Szuszok, az lesz megcsináljuk az géppel. Tökéletes. Tökéletes szerep. Ezt játszott a David Prose, aki le nem mosta magáról, hogy ő volt Darth Vader, és James Earl Jones, aki viszont nem vált híresé a Darth Vaderre, viszont ő volt a hangja. Hát ez... Gyerekek, ezt a Lukász azért nagyon kitalálta. Na most várjál, hogy annak a legyen. Szereplőnek, aki egyébként csinálta magát, tehát hogy alakította a Darth Vader. Ő volt David Prose. David Prose, oké. Okay. Annak úgy, tehát ahogy a Darth Vader hang, az egy torzított hang. Így van. Miért nem volt jó a saját hangja? Hát ez egy jó kérdés. Valószínűleg olyan mély volt a James Earl Jones, hogy őket, ugye egyébként ő volt Mufasa is. Kinek? Mufasa. Mufasa. Az oroszlán királyból Mufasa. Mufasa. Volt egy nevezetű lény, és ő volt a Mufasa. Ja, de ezt be sem mond. Nem, azt mondtam, hogy Mufasa. Hát így hív. Ez volt a neve. Hát volt a lény a Mufasa. Hát volt a Mufasa. Volt a Mufasa. És volt neki a nemesebb része. Így van. Jó, az orosz, itt írja az Index, őt büntesse az NMA, az oroszlán király Mufaszája. Hát most érted, hát lehet engem megbüntetni, azért felolvasom, hogy mit írt az Index. Hát ezt írta az Index. Mufaszája. Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. Amerikában jöttem című film Jaffi királya. Az mondjuk az ma majd, az mindenképpen ma bepótolom. Onnan. Igen, onnan ismerem. Na látod, igen. Van akinek az Eddie Murphy. Alapmű. Volt a fiú. Igen, Eddie Murphy ment ugye Amerikába. Koki át az erkélet, az Estázor kucsoljálma. Fú, de jó film volt. Amerikában jött ez nagyon jó film. Ő játszottam, egyre jó volt. Na jó, ez ma úgyis egy ilyen reggel. Mit csinálunk? Hangú David Darth Vader hangutánzó verseny. De jó, eddig első helyi a vonalak, a legjobb kap egy ajándékcsomagot. Júli magasra tette a mércét, mutatjuk. Ez inkább valami vízipók. A kisebb a pulcs. De várjál, akkor csináljunk lézerkartot is. Hát ez a vibrátor. Ez a baj, hogy Black Dick 3000-et. Ha mi rendeztük volna, mi ezzel csináljuk. Mi ezzel a hanggal jönnék. Na várjál, adok neked fénykart hangot. Jó? Minden hallgatónak adunk fénykart hangot. Mennyi a telefonszámunk?
Hát, ami eddig is volt, tudjátok, hiszen el van nektek mentve. 0-3-3-11-111 SMS számunk, jó? Fénykard. Ez valami magyar izé. Nem mond már. Istvána királydobban dorombal, érted? Hát ez... Ez ki csinálja? Nekünk van dátvéde, hangunk, megőrülsz! Hát mondom, ezt én szoktam nyomkodni. Hol van a... De nagy. És azt mondták, hogy egyikőtök se leszel, mert ezt egy számítógéppel fogjuk megcsinálni. Életetek dolgát kell adni. Hú, a ízi mondat nincs meg. Fú, ez a sorokság radiátoron figyelj. Van. Jó, ez inkább szénialáz. Na tessék, jó, hangutánzó verseny. Hát akkor ezt kell megütni. Tehát nagyjából ez a szín. Ez nagyon jó. Egyébként ezt így meghallod, és kiráz a hideg. Először csak a hangját hallottad. Úristen. És jön rá. Te vagy az nagymama, vaskidőben. Lélegzel, nem lesz enyém az örök lakás. Nekünk maradott a talácsi lakást adta körúton. Kihúzzam a cukort, nagymama. Ja. És a csillagrombolónak a lézer hangja? A csillagromboló lézer igen, hangja? Igen, amikor a lézert lőtte, az a hang nincsen meg? Nem, ez a... Egyébként ezt jól hozod. Ti nem szoktatok otthon hangokat utánozni? Ó, mennyire jó. Nem. A Darth Vader hangutánzó verseny. Kezdetét veszi. Egy messzi-messzi galaxisban. Jó, azért, mikor megjelent. Igen. És a fekete köpenye csak úgy lobogott itt állna. Hidegrázos. Neked volt Star Wars-os időszakod? Volt, én szerelmes voltam Leiába egy kicsit. Tényleg? Aztán Luke-ba. Azóta szerelmes vagyok a Luke-ba. És Luke viszonozta is. És azóta szerelmes maradtam a Luke-ba. Mi ez a kis kifli haja, az úgy tetszett neked? Ez a papaus csiga séró. Amikor a Jabánnál ült a Jedi visszatérbe egy szál szinte fürdőruhába, ott én is mondtam, hogy lennék Jabba. Tehát az gyerekként, hát igen. Aztán rájössz felnőttként, hogy nem Carrie Fisher volt az ideálod, de igen, gyerekként azért Leia, hát Leia hercegnő. Na tessék, országos Darth Vader hangutánzó verseny David Prose emlékére, in memoriam David Prose. Jó? Aki jól hozza, mit tudunk ajánlani? Balázsékos ajándékcsomagot. Feri 5 kilós fehérje porából 1 kiló. Az simán. 6 kilós rendeltem magam. 6 kilós kreatin porából 3 kiló. Igen, és plusz egy balázsékos csomag. És egy balázsékos ajándékcsomag. A lézer kard utánzás esetén. Vagy árójelbe Artudító opció. Jó? Nagyon jó, igen. Artudító opció. Jó? Bármit hozhatnak akkor ezek szerint a jó, akkor igen. Okay. Jó, most már minden? Jó. Tehát a dzsavákat is hozhatják? Hát akár, nem. Jó, oké. Jani, jó reggel, ciao. Jó, sziasztok! Hát tudtuk, hogy ez azonnal tele leszünk hallgatókkal. Mióta tudsz Darth Vader-t utánozni, Jani? Óvodáskorom óta. Hát ez természetes, hát az ember ezt azóta tudja, persze. Teljesen egyértelmű. Jó, oké, honnan hívtál minket? Halló? Itt vagy? Honnan hívtál minket? Itt vagy? Mindcentről. Dehogy is, egyértelmű azt kell mondani az oldaláról. Hát a tatuíról. Hát honnan? A halálcsillagról, a hülye kérdés. Honnan hívtál volna? Érted, itt vagyok az oldaláról. Bocsánat, a halálcsillag irányító terméből hívlak. Na, ez a feszé, mintha millió kiáltottak, sikoltottak volna föl egyszerre. Na tessék, oké. Akkor halljuk, jó? Darth Vader hangutázó. Adja. Luke, én vagyok az apád. Egyébként a mondat a sötét oldalra. Igen, nagyon jó. De figyelj, maga a légzés az nem rossz. Lézerkardod van? Van, csak otthon hagytam. Töltőn van. Figyelj, szuszogjál egyet, és válaszol a Darth Vader, és akkor lesz egy párbeszéd. Szuszogj egyet. Most te? Ez egy csarlatán. Egy imposztor. Figyelj, nem rossz! Azt kell, hogy mondjuk ott van. Miért csinálod? Csak simán a száddal?
Csak simán, igen. De azt a seggel. Egyébként ugye nem a számmal csinálom, hanem sajnos volt egy nagyon súlyos vulkánbalesetem, és abból nagyon nehezen épültem fel, és csak így tudták megoldani az orvosok. Nehezen mászták ki belőle. Most esett le, de hülye meg. Egy nagyon jó barátom hátba támadott, és ez így történt. De gyönyörű történet. A lábad hogy van? Kicsit megégett a lábad, és ott került rád föl a fekete maszk. Fantomfájdalmat néha érzek. Köszi, Jani, köszi. Meghallgatjuk még a többieket, jó? Jó. Ciao, hello, hello. Laci, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Amíg Laci vagyok Budapestről. Budapestre nem lehet Budapest, halálcsillagról. Ja, bocsánat, most éppen renováljuk a halálcsillagot. Jaj, meg az... Helyezkedj a szerepben. Igen, legyél benne a szerepben, azt mások előnyben írja van. Jó, oké. Okay. Okay. Figyelünk. Mehet a cucc? Hát hogy, ne viccelj. Oké, okay, már is. Obi van, az erő velem van. Nem volt rossz. A lélegzés az nem volt jó, igen. Nem volt rossz. Még egy kicsit. Oké, okay, még egy ilyen rövidet. Elhagyod az erőd, öreg. Az erő velem van. Ez egyébként ez a szöveg sokat hozzátesz. Sokat hozzátesz. Ez, amikor Obi-Wannal találkozik, és legyőzi Obi-Want, arra gondolsz? Ez a pár igen, bajuk? Igen, amikor így együtt kitolják azt az aranyos kis fénykardot, és akkor így rájön az öreg, hogy itt a vége a soriba most neki. Ott igen, az öreget az első részben leszabolták, igen. Egyébként igen, kiváló... egy ilyen finom balossal elhullik a köpenye is. Igen, egy kiváló angol színész volt egyébként, igen. Jól van, oké, okay, Laci, köszi, meghallgatjuk a többieket. Köszönöm, sziasztok. Hello, 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 hello. Attila, jó reggelt. Attila vagyok. Ő már szerepe van. Ő nem beszélget velünk. Mi azonnal szerepe van. Rosszul vagy? Jó reggel. Felért a hegy alja út tetejére. Azt más vagy? Baj van. Attila, mi újság? Honnan hívtál minket? Halálcsillag. Na, a harmadikra már rutinosra megtartod. Kicsit a Darth Vader és a Donald Kacsó szerelem gyereke volt. Mióta tudsz Darth Vader-t utánozni? 5 perce. És már felértél a csúcsra. Igen, 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 igen. Nagyon jó. Na figyelünk akkor még egyszer, jó? Magas. Kicsit sorogsár ez a dátrédebből, nem rossz. Amikor le van fagyva a szélvédőt, és próbálod megkaparni a jegetnek. Igen, igen, igen. De Attila inkognitó van, alig beszél. Igen. Hol dolgozol, Attila? Angliában. Ő nem adja ki magát. Ő nem akar beszélgetni velünk. Jó. Köszi, Attila. Csáó, köszi. Hello, hello. Ő csak bejelentkezett és ment is. Gábor, jó reggel. Csáó. Sziasztok, jó reggelt. Endor bolygóról jelentkezem. Na ez Endor bolygó. De jó volt. Ott voltak az evokok? Ott az Endor bolygón voltak az evokok. Evok, akkor itt van mellettem kettő, igen. Na, a két kis evok szóval is már meg őket létszik. Igen, az evokok egyébként nagyon nagy formák volt. Adom őket, várják. Ajjajajajaj. Ma reggel úgy látom, komoly mentális deficit van. Nagyon jó, Gábor, nagyon jó. Oké, szóval mióta tudsz Darth Vadert utánozni? Hát körülbelül mióta a film kijött. A gyerekkoromban láttam, imádtam mind a három régi részt. Karácsonykor kicsit megalakulva azért előadod ezt a produkciót? Minden évben. Helyes. Nagyon jó. Oké. Azt hitták az előzőre Attilájára, a feleségem profiban nyomja, amikor alszik. Na Gábor, figyelünk, te vagy. Indul, itt jön mögöttem, várj, adom a Darth Vadert, várj. Ja, hogy mögötted, ja, hogy mögötted, aha. Cseles vagy. Igen, jött. I'm your father, de nem az enyém. De kár volt, ezért elrontottál mindent. Jó, oké, okay, nem volt rossz, Gábor, nem volt rossz. Nem volt rossz, de jól hozott, jól hozott. Egy csubakja esetleg. Na tessék, kiegészítésnek egy csubit, tessék. Ha már itt van ő is mellettem, adom őt. Nagy a család. Adom, figyelj. De hogy... Még egy? Ja. Most hánysz? Elment. Jó, azt hiszem, hogy sztrókot kaptál közben, vagy az erőködéstől megállt a szíved, vagy elvágottál balra. Jó, jó. Mikor Csubaka elmegy. Csak elköszönt. Azt mondta, leugrom a közérbe, jövök mindjárt. Jó. Azt jelentett, hogy mennem kell vécére, azt mondta. Jó, oké. Köszi, Gábor. Csáó. Hello, hello. Péter, jó reggel. Csáó. Jó
Sziasztok, jó reggelt! Isten hozott az In Memoriam David Prose, nem, In Memoriam... James Earl Jones. Earl Jones, James Earl Jones, James emlékversenyünkön. Péter? Itt vagyok. Németországból egy lépegetőből jelentkezett. Nagyon jó, megszállás alatt van. Jó. Lépegető, te jó duma. Egy lépegetőből, nagyon jó. Oké, mióta tudsz Darth Vader-t utánozni? Ja. Hát igazából szerintem ez már elég fiatal korom volt, aki jött, de mindenki tud szerintem, ha nagyon akar. Na jó, oké, meghallgatjuk akkor, jó? Így az emlékversenyünkre. Bocsánat, csak kijött egy kolléga. Igen, mondnak, hogy egy, persze, egy magyar rádióműsorban telefonálsz, persze, na? Elvették a telefonját. Ő a távolban lévő Darth Vader. Nem, bocsánat, mostan próbáltam segítséget. Micsoda? Hiperventillál a Darth Vader. Kicsit gyors vagy. Kicsit gyors vagy, lassabban csinál. Csubakkát jobban tanul. Jó, ott váltsunk. De Csubakka színész még nem halt meg, mert amikor hatal játszották már Csubakkát. Na tessék, jó, helyre teheted egy Csubakkával. Ez viszont jó. Ugye, ez jobb. Igazából neked a Csubakka versenyen kell indulni. Igen. Abszolút. Nem ez, baj, megpróbáltam. Ez egyébként tényleg jobb. Oké, köszi nagyon. Köszi, sziasztok. Csáó. És végül, de utolsóra itt van a Bazitai Darth Vader. Verebes István. Emlékeztek? Persze, őt így a Bazitai Darth Vader. Talán a Bajor Hitta, így vagy a Gálógyi. Én az első alkalommal kíváncsi, amikor kipróbálják, hogy megye. Ahogy tudsz-e Darth Vader lenni? Bemész, magadra csukod a WC-ajtót, és kipróbálod. Igen, hogy tudsz. Gyerekek, nálam az első. Tehát, hogy... Nálam a második. Igen? Gyerekek, nálam a második. Egész gyorsan átálltál. Gyerekek, ahogy érzitek. Mert ott jó volt nagyon a Duma Laci, is. Lacinál jó volt a második. Akkor Laci az In Memoriam James Earl Jones versenyünk kiváló győztese. Szép volt, Laci! Szép volt, Laci! Gratulálunk, akkor Laci megnyerte. Annyira kíváncsi lennék, hogy hogy szól az én vagyok az apád egy csomó nyelven, mert mondjuk németül furcsán hangzik. Van ilyen. Ich bin dein Vater. Van ilyen. Igen. Persze, megmutatom neked. Meghallgattam oroszul. Tényleg? Meghallgattam svédül. Kínaiul. Mit csináltok? Írtál valami. Mi a visszahívtuk. Ja, visszahívtuk. Laci! Szia, Laci! Halló, sziasztok, Laci vagyok. Laci, mi a helyzet? Nagyon minden rendben van, köszönöm szépen. Süt a nap. Véder nagy úr. Bocsánat. Előzés gérek. Én Véder vagyok. Megnyerted a versenyt, úgyhogy van egy ajándékcsomagod, jó? Új, de jó. Nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen. Oké, küldjük akkor neked, nagyon köszi. Szuper, köszönöm, és sok sikert és kitartást. Nagyon köszönjük. Ciao, köszi, hello. Megtaláltam 14 különböző nyelvem. Egyet mutass. Ne, hát van végig megy, mindig csak ez a mondat, figyelj. Jó, csak még mindjárt el kell indítanom a történetet, hogyha van időnk, akkor még meg tudom mutatni. 14 különböző nyelven, ugye angolul, néhány, spanyolul, olaszul, minden, hogy itt vagy, hogy szól. Uh-huh. Nem tudom, hogy a magyar benne van, de azt még tudjuk. Nem, figyelj, megmutatom. Mennünk el, Zsülci, pont mennünk el? Zsül, te egy aljas áll. Ez az a... Mondom, hogy melyik, amíg van időnk. Az, hogy hosszú rész van belőle. De van japánul, kínaiul, koreaiul, nagyon jó. Na, megmutogatom, tényleg jó. Meg kell tanuljuk. Az összeset. 3 perc múlva, 8 óra mennünk el, gyerekek. Sajnos ezt most abba kell hagynunk. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt. Hello, szevasztok. Drága hallgatók, hát itt nagyon... Nagy parádé volt az előző fél óra. Nagyon szerettük. Nagyon szerettük. Ugye hát meghalt James Earl Jones, James. Igen. És ugye Darth Vader hangjáról beszélgettünk, hogy ez mennyire ikonikus volt nekünk, és hogy szerettük. És a Darth Vader hangutánzó versenyket megnyerte talán Laci, ugye? Igen. A második versenyző. A második versenyző, igen. Igen. Szinte láttam magam a kis fekete-fehér tévé előtt, ahogy ültünk a testvéremmel, és néztük. De először moziban? Nem? Nem volt mozi? Én nem láttam. Nem láttad moziban? Annál szembet pedig, Bartók, Bástya, nem is tudom, hol néztem meg. Amikor meg fölúztak a betűk, hát azért az milyen klassz volt, úristen. Nem. És volt jeges borzongás, sikongatás? Hát gyerek,
gyerekként csak itt szájtátva nézted. Hát ez nem is értetted igazából, hogy mi történik valójában, csak tudtad, hogy valami nagyon nagy mágia része vagy, és tudtad, annyira elkapott, hogy nagyon. De szerintem a gyereket felnőttet mindenkit, tehát ez valami egészen érdekes. Tudatalatti dolgokat hozott elő mindenkiből szerintem. Én nekünk pont akkor ment tönkre a tévénk, amikor németül adták, és a szomszédtól kértünk kölcsön egy ilyen picike kis tévét, és ott ültünk a tévé előtt a öcsémmel, és néztük. Hát aztán azt leadták valamikor tévében, igen, igen. Mekkora élmény. De először ugye, hát moziba jött. Aha. 80, nem is tudom mikor, 85, 6, 7, tehát ilyen nagyon-nagyon régen érkezett meg, de hát óriási volt. Ilyen, nem is 80, de is még korábban szerintem. Hát mikor a Star Wars, mikor indult a negyedik része, hát, a csillagokám? Mire ide ért, igen, akkor még azért nem jöttek gyorsan. A vasfüggöny mögé, akkor még azért nem érkeztek meg olyan gyorsan. Nem tudom, hány év volt a premier meg a megérkezés között igazából, ezt a Star Wars valók biztos tudják. Úgyhogy nem tudom, de jó volt. Azt írja valaki közben, hogy most landoltam Budapesten, csak miattatok jöttem, holnap talizzunk, Fülest ott hagytam, úgyhogy nem hallak titeket, de csak hajrá, holnap Tali, írt a Bence svédből. Hát holnap kitelepülésünk van. Az időjárás hasonló lesz, mint ott. Igen, Bencének nem lesz idegen, 16 fok, de nem lesz hideg, holnap még 18-19-et ír délutára. És ha még mákunk van, akkor megúszuk az esőt. Jó is, lesz, nyugi. Ott vagyunk az Eteleplázánál, csomó ajándék a kitelepüléssel. Délután 4-től indul a buli, mi pedig 5-től érkezünk, de már 4-től zenélnek Rádió 1-es DJ. Jauri. 1979. augusztus 16. 15:30 Budapest Corvin mozi. Akkor 79. Ez volt az első vetítés akkor a Magyarországon. Akkor én ezt nem is láttam, nem, akkor én ezt később. Nem. Vagy akkor már a Birodalom visszavágra emlékszem, nem, hogy van mozi élményem, vagy a Jedi visszatér. Tehát akkor a Csillagok háborúját nem. Én akkor még nem is éltem. De akkor konkrétan még nem voltál, igen. Na, ugye tegnap már foglalkoztunk egy érdekes üggyel, kiraboltak és késsel fenyegettek egy ökölvívó bajnokot a Népligetnél, és ugye érdekes a dolog, mert hogy ő ugye magyar bajnok is volt, a TikTok oldalán számolt be az esetről, de hogy elmondta ugye nagyon érdekesen, hogy ő nem akart senkibe se kárt tenni, mert hogy neki már van egy felfüggesztett börtönbüntetése, mert hogy volt már egy ilyen ügye korábban, hogy ő megvédte magát, aztán arról kezdtünk beszélni, hogy a jogos védelem az hova terjed, de ígértük, hogy beszélünk ugye Valentinnal is, és hogy milyen modern formái vannak már a kirablásnak, hogy dolgoznak össze párok, akik ugye a Népligetnél embereket fosztogatnak. Itt ugye két, egy pasi meg egy nő ment oda, hogy pénzt váltson először a pasihoz, és amikor fölváltotta, jött rá, hogy hamis 20 000-est kapott, majd egy nő késsel megfenyegette, hogy engedje el a pasiát. Igen. És valószínűleg összedolgoztak ketten. Ez Népliget, gyerekek, nem tudom hány órakor. És fényes nappal. És fényes nappal történt, igen, a dolog, ezt nem is tudtam. Igen. Igen? Igen. És hát majd nyilván Valentin is elmondja, hogy ott azért volt körülötte egy csomó ember. És akik nem nézte, segítettek. Hát ez most már szerintem ezt jobb, ha elfogadjuk Magyarországon, hogy nem akarsz belekerülni, félsz a izétől, ott fogod hagyni. Tehát, hogy segítséget lassan nem várhatsz senkitől. Igen, ő azt mondta, hogy nem akarta leütni őket, igen, aztán így fogalmazott, mert hogy neki már van egy ügye, ahol szintén megtámadták, de ő boxolóként nem használhatja az öklét, mert hogy fegyvernek minősül. Erre majd visszatérünk, aha, ez egy érdekes dolog, hogy te lejársz küzdősportozni, az azt jelenti, hogy hagyhatod, hogy agyonverjenek? Vagy nem reagálhatsz, igen, mert neked a tested a fegyvert, meddig tart az a jogos védelem, mi számít önvédelemnek, ez egy érdekes dolog, hogy ha te versenyszerű sportoló vagy, akkor hagynod kell, hogy megverjenek? De és ha késsel, de várjál, mert igen, tudja, hogy egy késsel áll szembe veled valaki, akkor is azt kell, hagynod kell, hogy megszúrjanak. Nem, mert... ha, de ha felém bök, akkor az már támadás, és akkor én már védekezhetek? Vagy hogyha csak tartja a kést, akkor az tulajdonképpen az. Igen, csak utána, miután leütötted az elkövetőt, akkor vedd el a kést, és vágd meg magad vele. Ez egy font, de tényleg, ezt tök őszintén mondom, mert akkor azt mondtad, hogy kérem szépen, ő vágott először, itt a seb, én csak adtam neki egy pofont. Hát sajnos. Az a durva, hogy az ember azt gondolná, hogy ilyesmit csak filmen lát, és hogy ilyen fényes nappal meg főleg nem fordulhat elő. Hát aztán bent a város közepén jön szembe egy ilyen sztori. Igen, hát meg ha elmulasztod a segítséget, az is tényállás. Tehát hogyha ugye nem segítség elmulasztása. Tehát ez is az, hogy te ha nem avatkozol bele, de ha odamész beavatkozol és ütsz, akkor meg számon kérhetnek azért, hogy boxoló de vagy. Itt várjál, mivel itt jött nem a támadó, késsel, nem késsel, hogy a hárítottad a támadás ugyanakkor a mértékkel úgy megfelelően? Igen. Tehát a jogos védelem azért nagyon bonyolult dolog, igen, egyébként. De itt ráadásul nem is beavatkozás van, tehát te nem odamész egy szituációba, hanem téged. Saját magát próbált, érted? Mert hogy védhette volna meg. Az megint egy tök más sztori, hogy te látsz egy verekedés, boxolóként odamész és beszállsz, az
az véleményesebb. De hogy téged megtámadnak, itt ugye erről van szó. Igen, hogy arányosan elhárítasz, védekezel, na, de emiatt felfüggesztettek a egy érdekes dolog, erről hogy beszélünk még egy kicsit később ügyvéddel, igen. Viszont felhívjuk Valentint, hogy meséljen nekünk, hogy mi történt. Szegények nem tettek jól óra ezzel, hogy egy boxolóval kezdtek, de hogy ez is milyen érdekes, hogy oda megy egy pali hozzád, vást föl a pénzt, és azt nézzétek majd, hogy ilyen történik, hogy ugye hamis pénzt kapott vissza. Ugye az volt? Igen, igen, valami, hamis, volt valami hamis volt a 20 ezeres. Volt a 20 ezeres, ő fölváltott a... Nem a 20 ezeres, hanem... Nem is, pénz, nem is pénzt rakott állítólag a kezébe, hanem csak valami papírt. Ja, papírt, tehát is azt mondom, hogy hamis volt a pénz. Ez a hapsi, aki oda ment hozzá, és fordult, és már rohant el, és a srác pedig rohant utána, és ez csak megjelent valaki a háta mögött egy késsel. Tehát ma már az, hogy váltsd föl a pénzt, ez nem egy óvatosan. Jó kezdés, óvatosan, mert igen, hogy vagy nem kapod vissza a pénzt, vagy rossz pénzt kapsz a kezedbe. És ugye ő nagy címletet akart felváltatni. Igen. És aztán utána, amikor elkapta, akkor mondta a srác, elkezdett neki könyörögni, hogy neki szüksége van erre a pénzre. Majd jött a nőkéssel. És egyszer csak megjelent mögötte valaki. Igen. Itt van velünk Valentin. Hello Valentin, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Hello. Fényes nappal azt írta, azt mondta Júlia, hogy akkor ez fényes nappal történt ráadásul. Akkor még nappal volt, így van. Hát délután történt, de nappal volt. Még látta mindenki, szóval. Ez a Népliget melyik része? Aluljáró, fölül, busz megálló, hol történt? A buszmegállóba fent. Buszmegállóba. Oda lépett egy srác, hogy váltsál föl neki pénzt? Így van, babakocsival, de jött hozzám. Megkérte, mondta, hogy neki csak nagy pénz van, egy 20 ezerese van, és hogy váltsam fel apróbra. Szóval igen. És mit adtál, vagy mi történt? És akkor én mondtam neki, hogy lehet, nincs is nálam annyi pénz, de erre azt mondta, hogy nem is baj, akkor meg is tartottam a visszajárat, mondom neki, még kedves akartam lenni, hogy hagyja, de hogy is inkább keresek, segíteni szerettem volna tényleg, és találtam a telefontokomban is egy 10 000-es, meg a bokszámban is volt ennyi, szóval volt 20 000 forintom, és akkor így nyújtam, megfogja, kitépte a kezemből, és elkezdett rohanni. A kezembe nyomott egy ilyen, hát egy kamu, egy gyűrött, látott egyből esett, hogy egy kamupénz, elkezdett izomból futni babakocsival. Én meg így nézek, mondom, oj, nem hiszem el, ott éltem a nagy bőröndömet, a hátitáska volt rajtam, meg egy oldalatáska, az még rajtam volt, én is izomból elkezdtem futni, nagyon gyorsan utolértem, és akkor így mondtam neki, hogy hiába fut, tehát én ezt egészen bírám csinálni, és akkor el akart menni, és akkor könyörgött, hogy hagyd tartsa maga a pénzt, mert neki ez kell, neki erre szüksége van, és mondom neki, nem ez a saját pénzem, és akkor hátulról megjelent egy nőkéssel, hogy miért kergeted a gyereket, elloptad a pénzünket, azonnal add vissza a pénzünket, ez a miénk, ja, és akkor így már leesett az egész, hogy ez egy megbeszélt. Jó, akkor te lettél hirtelen a tolvaj. Aha, tehát hogy összejátszottak ők ketten, hogy akkor ez egy jól kitalált koreográfia volt. Aha. Így van. És a nő bögdösött? Tehát, vagy hát úgy fenyegetett, hogy így feléd is tehát bökött a késsel, vagy csak úgy tartogatta a kezében? Így elő volt véve ilyen kis oldaltáskából, és így szembe volt velem, és így mutogatta igazából, de így nagyon közel állt már. Aha. Hozzám, szóval... Hányan voltak körülötted? Fú, hát egy kb. 15-en biztos voltak így mindenhonnét nézelődve, és csak így néztek engem, hát ezért csodálkoztam, hogy tényleg ordítozás volt, így mutogatta a kést a nő, minden fenyegettek, és senki nem csinál semmit, és ezért is voltam kicsit beparázva, hogy tényleg én bármit csinálok, megszúrnak, ott maradok, és ugyanúgy csak néznek az emberek. Szóval... Nem, akkor már valószínűleg odaléptek volna. Talán. Ha megszúrnak. Az eszedbe jutott, hogy leüsd őket? Mert ugye talán így fogalmaztál, hogy nem akartad bántani őket, de hogy leüthetted volna őket. Persze, hát a nő az egy ilyen kis alacsonyabb, kövérebb nő volt. Úgy voltam vele, hogy most megütöm együttésből, de benne volt a fejemben, hogy nekem van egy 2 év felfüggesztettem, hasonló módon igazából megvédtem magam, és igazából abból tanulva nem ütöttem meg, meg közben benne volt a fejemben, hogy megütöm a nőt, de mögöttem ott a férfi, akinél igazából bármi lehet, szóval nem tudom, nagyon nektes volt a helyzet, és tényleg sarokba voltam szorítva, és hát igen. És akkor mi történt? Hagytad, hogy elmenjenek, vagy mondtad, hogy oké, akkor vigyétek, vagy ők visszaadták, azt gondolom a legkevésbé, tehát hogy lett ennek vége? Hát ugye a nő az folyamatot fenyegetőzött, hogy hol a pénz, és én meg mondtam, hogy elvesztétek, hagyjatok békén engem azt a pénzem, csak hagyjatok, és akkor mondta, hogy nem, folyamat ott volt a kés, és mondta, hogy itt fogjuk még többen velünk, ne játszadozzál, és akkor elővetette velem a pénztárcámat, a pénztárcámban még volt 3000 forint, belenyúlt a pénztárcámba, belemarkolt, és kitépte a 3000-et, és mondta, na látod, hogy mit hazudt, van itt még pénz. Megfogta, és így, hát konkrét elment a babakocsival.
És akkor te ott álltál, és visszasétáltál a bőröndödhöz, és? Így van, visszasétáltam, és kerestem embereket, akik itt tudnak nekem segíteni, bementem a várakozóközpontba, hogy akkor mi a trend, és mondták, hogy kint vannak a biztonsági őrök, és akkor, hogy ott kéne körülkérdezősködnöm, hogy ők tudnak-e valamit csinálni, és kimegyek a biztonsági őrhöz, és ott volt a csávó, aki meglopott engem, és már kezdtem mondani a kamusztorikat. A nő a kocsi az eltűnt, meg a pénzem, a csávó meg a kamupénzzel ott mondta a kamusztorit, hogy én adtam oda neki azt a kamupénzt, meg én loptam meg őket. Szóval nagyon durva volt, én oda mentem, és akkor így hallom a sztorit, meg elkezdtem mondani, és mondom a biztonsági őrnek, most kajak ennek a beszámíthatatlan embernek hisz, most tényleg ezt elhiszi neki. Nagyon durva volt, de ott meg bólogatott még neki. Az édesanyám közben hívásban voltam vele, ki volt hangosítva, édesanyám sírva könyörgött, hogy segítsenek rajtam, meg tényleg, hogy tegyenek valamit, mert le akarnak szúrni meg minden, és ezt mind hallott a biztonsági őr, és mondta, hogy ő nem tud semmit csinálni, ő nem látott semmit. De nem foghatta meg egyébként ezt az embert, aki ott állt mellette, hogy akkor várjuk meg a rendőrséget? Hát én azonban én nem vagyok ezzel tisztában, de szerintem hát jogosan voltak szemtanúk is, mert minden jogosan ott tarthatta volna, de ennek ellenére elengedte. És nincs például kamerafelvétel? Hát ott azért egy ilyen busz megálló csak be van kamerázva, nem? Na de hát mire elengeded, most visszanézed a felvételt, az ártobokron túl vannak. Aha, mert hogy mond már el a történet poénját. Az, hogy van ennek az egésznek egy folytatása. Hogy megvannak az elkövetők. Ja, így van, megtettem. Csak tiszedted belőle. Én senki nem tudta, mire gondolsz, Juli, hirtelen én sem. Tegyünk a tojásra. Hogy mi történt? Megvannak az elkövetők? Így van, én megtettem tegnap előtt a feljelentést, és annyira jól ment, jól pörgött a téma, hál' Isten felkapták ugye a média is, hogy nagyon erősen foglalkoztak vele, és megtalálták őket tegnap, fel is hívtak, hogy fel kellett mennem Pestre Sümegről, szóval vidékről gyors fel kellett utaznom Pestre, sürgős volt, és hogy azonosítani az elkövetőket. És hál' Isten, 6 nőt, 6 férfit mutattak, és sikerült beazonosítani őket, és megvannak. És én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert mutattak felvételeket is, szóval ők már régen volt, hogy csinálják ezt, sőt, még rosszabb dolgokat is nem akarom részletezni, de ők tényleg nagyon rossz emberek, szóval örülök, hogy meg lehet. Hogy néz ki egy ilyen szembesítés, mint a filmekben, hogy ott áll 6 nő egy kirakat mögött, egy vonalkoddal, meg egy számmal a feje fölött, és akkor azt mondod, hogy balról a harmadik? Kettes. Én is amúgy azt hittem, hogy ilyesmi lesz, de nem, képeket mutattak alatt a számokkal, és igazából úgy kellett beazonosítanom képekről. De így is nagyon-nagyon egyszerűen ment, mert igazából előttem van a kép, hogy hogy néz neki, szóval. Aha, tehát hogy eljárás indult ellenük, és megtörtént a szembesítés, akkor akár ők kaphatnak, nem tudom, letöltendőt, vagy bármit. Na de pont az, hogy ha később fenyeget, az már egy minősített eset. Mondtak valamit, hogy mennyit kaphatnak ezért? Hát igen, mondták, 6-tól 8 évig terjedő letöltendőt. Aha. Hát főleg a sorozatosan csinálták, meg elkövették, igen. Figyelj, Valentin, neked az ügyet 2 éve mi volt? Ott te megvédted magad, mert valaki szintén megtámadott? Így van, akkor egy 35 éves csávó a focipályán igazából plektinből megütött engem arcon, és visszaütöttem neki, és ebből kialakult egy verekedés, verekedtünk, ott volt a feleség, és ő is elkezdett engem fújtogatni hátulról, meg karmolgatni neki is, ütöttem egyet, és igazából megvédtem magam 2-1-be. Jöttek a rendőrök, és igazából én kaptam 2 év felfüggesztést. De milyen indokkal, vagy mit mondott a bíróság? Hát jobban megverte őket, mint mert ugye, ha ütött először, és te ütöttél, akkor... Mi volt az indok? Azért, mert te boxoló vagy, akkor te nem üthetsz? Vagy ha te hivatalos sportoló vagy leigazolva, és boxolsz, akkor ha téged ütnek, te nem üthetsz? Vagy mi volt az indoklás? Akkor éppen egyébként pont nem boxoltam, akkor abbahagytam a boxot, akkor inaktív voltam. És az volt az indok, mert ugye testi sértés volt, és 8 napon túli gyógyuló sérülést okoztam, és ugye ezért, meg garázdaság, meg ilyesmik. Na de az se számított benne, hogy te kezdted, vagy azért, vagy nem te kezdted? Én nem kezdtem, és pont, hogy ezen csodálkoztam, én azt hittem, hogy ez úgy megy, hogyha megtámadnak, akkor az ember megvédheti magát, és azt szembesítettek vele, hogy egy darab ütésig, és utána meg fussak el, vagy fussak el, ilyeneket mondtak. Hát, ez, mondom, jó, rendben. Igen, ez a jogos védelem, ez egy nagyon nehéz dolog.
Tehát ugye, hogy igen, tehát hogy milyen a támadás mértéke, te azzal a támadás mértékével háríthatod a támadást, ugye, és megakadályozhatod, hogy téged bántsanak, de csak azzal, amennyit te kapsz. Tehát együttés, együttés, kés-kés, nagyjából lehet. Tehát olyan fura a jogos védelem, de hogy ha téged ököllel támadnak, te nem veheted elő a késedet, és szurkálhatod meg, hogy téged megtámadtak. Na de ha ököllel támadnak, és én egyet visszaütök, odaig rendben vagyunk, ha ütök még kettőt, akkor már én vagyok az elkövető, mi? Igen, hát, igen, tehát a támadás mértéke szemben az elhárítás mértékével azt ugye összevetik, és megnézzük, hogy neked azonos mértékkel kell elhárítanod. Hát ezt 1000 éve tanultam, 100 000 éve, fél évig, és abból 8 órán nem voltam, mert ne arra gondolok, a jogos védelem tényállását nem tudom most nektek PTK szerint teljesen pontosan elmondani, de valamilyen rémlik, hogy ugye ahhoz képest kell neked a támadást elhárítanod, amilyen a támadás mértéke. Egyébként nem, ha többet csinálsz, akkor bajba kerülhetsz. De és ott például fura. Ebben az esetben a támadókkal mit csináltak? Tehát ők mit kaptak? A csávó az igazából pont nemrég találkoztam a feleségével a Tesco-ba, és mondta, hogy pont most megy leülni a büntetés. Szóval ilyen sokáig, tényleg ilyen sokáig elhúzódott az egész, és csak pár hónapot kell leülnie. Úgyhogy neki tényleg volt Priusza is, meg minden, szóval mindegy. Ezért nem is akartam egyből rendőrségre menni, meg ilyenek, mert feleslegesnek tartottam, mert tényleg. Azért ez milyen érdekes ez a jog, nem? Igen. Hogy tulajdonképpen ilyen úgy hívják ezt, hogy ilyen szituációs elemekből elkezdtük összerakják, és akkor megnézik például egy jogos védelemnél, hogy ki, hogy mekkora mértéke, hogyan boxkesztyűvel, boxerral, nunchakuval, késsel, ki előbb, ki mekkorát, ki vissza. Tehát tényleg nagyon érdekes. Miközben püfölnek, akkor mi megnézik, te megvéded magad, de ha túlszaladsz, akkor már bajba kerülsz. De azt nem kalkulálják bele, hogy ilyenkor az embernek az adrenalin elönti az agyát? Bele kellene. De gondolod, téged megtámad ökölet, te rosszul ütöd, meg elvágodik, beverik a fejét, meghal, vagy történik vele valami. Mint a húzat úgy börtönbe. Nem is kell, hogy meghalljon, hanem ha kétszer ütök vissza, akkor az már nem fér bele. Hát, ha ő egyszer ütött, akkor még azt is megnézik, hogy hányszor ütött. Nagyjából ezt így tudják kikalkulálni, hogy jogos védelem volt-e, vagy te túlzásba estél a védelemmel. Ez totál nonsense. Tehát, hogy téged egyszer megütött a hülyére vele, tehát valahol ezt is védeni kell a másik. Ő ütött először, jó, de ő meghalt nagyon rúgdosan 10 percig. Tehát, hogy azért ezt is, a másik oldalt is értem, hogy akkor mindenki erre hivatkozna. De és Valenti, most hogy vagy? Nagyon megijedtél? Ő igazából nem tudom, elkezdtem ott nagyon-nagyon gondolkodni, ugye, hogy miket csinálok. Egyébként engem annyira nem is viselt meg az egész, meg tök jó kezdelem szerintem. Inkább az édesanyám, ő nagyon-nagyon megijedt, meg hogy mi lesz velem, de én meg így nagyon higgadtan kezeltem az egészet igazából. Ez milyen érdekes, hogy le tudnád őket ütni, de nem teszed meg, mert eszedbe jutott, mert az érdekes. Igen. Valenti, nagyon köszi, hogy elmondtad. Mindjárt folytatjuk, beszélünk egy jogásszal, csak hogy megértsük ezt, mert hétköznapi ember is kerülhet olyan szituációba, hogy majd jusson eszetekbe, amikor ütik a fejeteket, hogy mit mondtak a Balázsékban, mennyire ütetek. Most fussak vagy fussak, jobb kimaradni nyilván, meg senki nem buzdítunk erőszakra, de utána járunk ennek, mert ez tényleg érdekes, bárkivel bármikor kerülhet hasonló szituációba. Valentin, köszi, hogy elmondtad, ciao. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Kolosszár Valentinnak, köszönjük szépen. Jó, úgyhogy felhívunk egy ügyvédet, miért ez egy érdekes dolog, hogy milyen mértékben háríthatsz, mi a jogos védelem, ha hozzád betörnek, ha utcán megtalálnak, ha benzinkúton akarnak el agyabugyálni, ha kocsiból kipattam valaki. Tehát tessék megkérdezni, hogy csak mennyire tetszik majd megverni, mert ugyanúgy ütök vissza. Ugyanúgy ütnék vissza, akkor beszéljük meg előre. Tehát lehet, hogy verbálisan ezt el lehet intézni. Vagy váltva, mint a pofon versenyen. Egy balra, egy jobbra. Úgyhogy mindjárt utána járunk, megkérdezünk egy jogászt. Erről jövünk rögtön a hírek után. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva, jó reggelt kívánom mindenkinek, és akkor gyorsan rendbe tesszük most ezt a jogos védelem, önvédelem történetet, ugye bárki kerülhet olyan szituációba, hogy megtámadják az utcán, de ugye most a jog azért érdekesen fogalmaz, egyáltalán, hogy ez még így valójában érvényben van-e, tehát van ez a jogos védelem, tényleg nem tudjuk, úgy tanultuk valamikor, hogy van ilyen, de lehet az vacsira, aki ezt már eltörölték. De ha téged megtámadnak, akkor tényleg figyelned kell-e arra, hogy ugyanolyan erővel támadjál vissza, és úgy védd meg magad, amennyire megtámadtak. Ha nunchakuval vedd elő, ha pillangóval vedd elő. Az van nálad, nálad. Így van, attól függ, hogy mit érzel, igen. A keletiben nem csak akkor van pillangó a gyomrodban, szerelmes vagy. Így, Tomi. De hogy itt azért ugye viccelünk, de bárki került ilyen helyzetbe, és hogy eszedbe kell jusson, hogy nem mondhatod a bíróságon, de bocsánat, engem támadtak, én csak védekeztem, nyilván jobb kimaradni, elfutni, megakadályozni az erőszakot, de értem, hogy a magyar ember miért nem szól közbe. Tehát ez tényleg van ez, hogy még azt is megvizsgálják, hogy te mekkorát ütöttél vissza, nyilván valahol azt is nézni kell, hogy nem ölheted meg azért, ha mondjuk belétköt,
De hogy ki akarsz belőle maradni, mert sokszor az az érzésed, hogy te fogsz bajba kerülni. Ebben még benne van a gyávaság, meg a felfordítás, meg egy csomó innen. De hogy azt érzed, hogy téged fognak még megkurcolni, nem? Ja, hát persze, tehát szerintem most, ha Valentin ütött volna, azt nem jobban járt, hogy nem ütött, mert megütette volna a bokát. Úgyhogy késsel fenyegették és kirabolták tulajdonképpen. Azért ez milyen fura, igen, nem ebben a formában. Hogy van már egy ilyen előélete ott, akkor ezt nyilván különösen igen. figyelik. Vagy például egy sportolónál tényleg nézik-e, hogy vagy csak ilyen küzdősport, és hogy te még annyira sem használtod a testedet, mert fegyvernek számít. Van-e a jogban valami hasonló, ami ezt is szabályozza? Akár, hogy igen, te tudjuk, hogy leigazolt boxoló vagy, neked még inkább kell vigyáznod. Vagy itt mindenkit egyelően néznek, nem számít, hogy sportol, nem sportol, küzdősportot tanul 10 éve, fekete danos vagy leigazolt boxoló. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez külön vizsgálja jog, de ezt majd mindjárt mondja nekünk az ügyvéd. Úgyhogy csak észre, gyerekek. Jó, tehát csak futni, mondom, futni, tehát úgy mutassál futni. Be a kocsiba, és kiabáljál, bejönnek eléd. Még te kapsz főfüggesztetet. Vagy legalább húzz fel az ablakot. Húzz fel az ablakot, hogy szégyen a futás, de hasznos. De tényleg nem tudom ez, hogy van pontosan, de mindjárt megkérdezzük a büntető jogászunkat, dr. Vidákovics Béla. Hello Béla, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello. Segíts nekünk egy kicsit, akkor ez a jogos védelem tényállás, ez még azért érvényben van, vagy akkor ez egy működő tényállás, hogy el kell elháríthatom, de csak úgy, ameddig a támadó támadott, vagy abban a mértékben. Ez még van? Nem, teljes mértékben működik, tehát a jogalkotónak a szándéka az volt, hogy a korábbi joggyakorlathoz képest ezt egy kicsit tágítsa, és hogy ne kelljen állandóan azon reszketni, hogy esetlegesen, hogyha engem megtámadtak, akkor nehogy túllépjem a szükséges mértékét annak az elhárításnak, vagy annak, hogy én visszatámadjak. De azért, amit a jogalkotó szeretne, meg ahogy a joggyakorlatban ez működik, az nem biztos, hogy a kettő az teljes mértékben ugyanaz. Mit akar a jogalkotó? Én mennyit ütetek? Mondjuk kapok egy pofont, kiszállok a kocsiból, nekem jön hátulról egy BMW-s, azt mondom, jaj, mit csinálsz, te hülye BMW-s, azt mondom, te hülye Mercedes-es. Jó, oké, rendben. Kapok egy pofont, akkor nekem azt a pofont abban a mértékben úgy kell visszaadnom, vagy van még benne még egy pofon, amit nyugodtan elsütetek? Hát a helyzet az, hogy ha nagyon megijedek, vagy menthető a felindulásom, akkor akár egy-két pofonnal többet is adhatnék, de ilyenkor szokott a gyakorlat az lenni, hogy akkor mindenki garázda lesz, és mindenkit garázdaság miatt marasztalnak el, vagy ítélnek el, ahelyett, hogy ténylegesen kivizsgálnak, hogy ki volt, aki ezt kezdeményezte, egyszerűen nagyon nehezen deríthető föl. Tehát ha a jogalkotói szándékot nézzük, akkor mondjuk jelen esetben, ugye a Valentin esetében, hogyha őt valaki felfegyverkezve megtámadja, és ebben mondjuk az is benne van, hogy őt megfenyegetik egy késsel, tehát akkor azt neki azt úgy kell tekinteni, mintha az őt ért támadás az élet kioltására irányult volna, mintha őt meg akarnák ölni. Uh-huh. És ebben az esetben nincs korlátja az ő védekezésének, tehát onnantól kezdve, hogy valaki egy késsel nekem jön, onnantól kezdve nem kell azon gondolkodnom, hogy milyen sérülést okozok neki, hogyha megvédem magam. De a késsel nekem jön, tehát meg kell valósulnia, felém kell, hogy lépjen és szúrnia kell, az a késsel nekem jön, akkor védekezhetek, vagy ha csak tartja a kést, az mit jelent? Ez nem hát, ugyanaz? Ugye itt egyik oldalról akkor is, hogyha van egy közvetlenül fenyegető támadás, tehát amikor attól kell tartani, hogy most bármikor leszúrhatnak, akkor már felléphetek ellene, nem kell megvárnom, hogy valaki belém döfi azt a kést. Értem, tehát ha ő most ütött volna ebben a szituációban, akkor őt most a bíróság nem marasztalta volna el. Ezt így nem tudnám neki megígérni, hogy őt nem marasztalták volna el, mert nagyon nehéz feltárni ezeket a körülményeket ilyenkor, hogy most tulajdonképpen ki mit csinált, és mennyire volt jogos az ő védelmi helyzete, és azért annyira nagyon nem automatikusan fogadják el. Tehát ez nem egy Joker kártya, hogy valakit megverek, és azt mondom, hogy jogos védelmi helyzetben voltam, hanem nem tudom, hogy neki mi volt az ezt megelőző szituációja, mert ugye hivatkozott arra, hogy őt megütötték, védekezett, és abból lett neki felfüggesztett szabadságvesztése. Sajnos ezért ez a rendszerben benne van. Aha, tehát akkor itt ezeket az úgynevezett ilyen szituációs elemeket figyeli a bíróság, vagy... Nagyon. Aha, igen, emlékszem, hogy megnézik, kirántottak is, de ha mondjuk ő megtámad engem, és én mondjuk ráfogom a gázpisztolyt, azt már nem csinálhatom. Tehát mert akkor ő mondjuk ököllel jött nekem, de én pisztolyt rántok, akkor én már elvileg egy öklös támadással nem ránthatok pisztolyt, hogy védekezzek, és kapok is egy öklös pofont. Én azt gondolom, hogy egy öklös pofonra egy gázpisztolyjal nyugodtan védekezhetek, tehát az így ebben a formában azért az élet kioltására valószínűleg nem alkalmas a gázpisztoly. Úgyhogy ha azzal védekezek, tehát nem az van, hogy agyon csapom mindenféleképpen, akkor ezzel nincsen gond. Ugye inkább itt amit ő is felvetett, az, hogy azért neki megvan a technikája ahhoz, meg az a rutinja, meg,
meg még hogyha nem akar is, valószínűleg olyan pontot talál el, vagy olyan pontra üt, ami alkalmas mondjuk arra, hogy akit megütött, az elveszítse az eszméletét, vagy akár elessen. Na innentől kezdve, hogyha elesik, beütheti a fejét, ha beütheti a fejét, akkor eltörhet a koponyája, hogyha az megtörtént, akkor az már lehet életveszélyt okozó testisértés. Tehát ugye ez inkább azt mondanám, hogy messzire vezet ebből a szempontból, hogy Oké, következményét azt értjük, de ez egyébként egy sima verekedésben is előfordul, sőt, ha valaki elesik, akkor is előfordul. De a bíróság ezt nézi, hogy ja, te profi boxoló vagy, akkor durvábban mérünk? Hát ezt nem lenne szabad különösebben nézni, főleg, hogyha valaki védekezik, hogyha támad, akkor azért azt gondolom, hogy ott már mondjuk más a helyzet, hogyha ő az, aki agresszorként lép föl, de hogyha én védekezek, most az, hogy az én testsúlyom jóval nagyobb, vagy jóval erősebb vagyok, vagy sokkal ügyesebb, ezt nem kellene, hogy bárkit is érdekeljen, de azért gyakorlatban sokszor az látszik, hogy az lesz egy eljárásnak a sértetje az elején, amikor elindul, aki ténylegesen megsérült, akinek bibis a szája, az lesz a sértetje. És akkor utána kezdjünk el magyarázkodni, hogy miért nem nekem bibis a szám, miért neki, miközben engem támadtak meg. Hát igen, meg aki volt ilyen szituációban, azért az tudja, hogy itt nagyon gyorsan pörögnek az események néhány 10 vagy 20 másodperc alatt. Na most ott reális döntés hozni, felmérni, hogy támadt meg, rutinosan jól válaszolni, azzal a mértékkel hárítani, nem nagyobb kárt okozni. Szóval azért ez valahol igazságtalan abból a szempontból, hogy kicsit nagyobbat ütök és még meghurcolnak, de közben láttam, hogy verik azt a lányt a kombinó villamoson, és oda megyek, és pikpak lerendezem, akkor bajba kerülhetek. Szóval én értem a magyarok az esetből való kimaradását, hogy attól is félnek, hogy meghurcolják őket, és a végén ők húzzák a rövidebbet. Egyrészt sérülhetnek is, másrészt meg esetleg igen, meghurcolhatják őket, de mondjuk hozzáteszem, hogy amikor valaki külsőként csatlakozik oda, megy oda és próbál segíteni, akkor azért azt gondolnám, hogy a sokkal kevésbé jellemző, hogy mondjuk ő legyen egy büntetőjárásnak az alanya úgy, mint terhelt, mint hogyha közvetlenül a hallott szeméről van szó, aki belekeveredik, tehát akit megtámadnak. Azt nagyon nehéz eldönteni egy vitából, vagy egy ilyen szituációból, hogy ténylegesen a kölcsönösség talaján állt ez az egész helyzet, tehát oda-vissza megvolt-e a kihívás, meg a kihívásnak az elfogadása, és utána kerül sor mondjuk egy tetlegességre, vagy teszem föl, itt azért elég egyértelműnek tűnik abból, amit elmond, hogy őt tulajdonképpen kirabolták, és ezzel szemben lépett volna föl, miközben fegyvert rántottak rá, vagy felfegyvert, kést rántottak rá, nem fegyvert, tehát felfegyverkezve. Tehát ugye innentől kezdve lett rablás, mert addig, amíg szaladtak előle, addig. Igen. Ez tulajdonképpen igen egy... És ha mondjuk éjszaka történik, és bejön a betörő az ablakon hozzám a lakásba, és mondjuk iszonyatosan összeverem. Lehet? Jaj, de jó. Tegnap ez se történik. Nem csak kérdezem, hogy... Most már kiszedhetek az ágyban tartóból. Jó, van, akkor tudsz meg. Nem csak kérdezem, hogy akkor az egy életellenes, de nem életes, hogy nem akart engem bántani. Én nagyon megverem, bajba kerülök, vagy megsérül. De hát éjszaka jött hozzám be a házamba. Igen, tehát azért kell, hogy legyen jogtalan támadás, hogyha ő csak a házba ott jön, megy. De bocsánat, éjszaka benn van a házamban, nekem az felér egy jogtalan támadással. Mit csinál éjszaka a házamban? Az még nem jogtalan, én fekszem állószobában, kikerüli a szobát és elviszi a nagy széfjét, akkor ő nem támadott meg engem tulajdonképpen? Hát itt azért kérdés, hogy ezt hogyan értékelik, mert amikor valakinek a javai ellen irányul a támadás, tehát éppen lopják a biciklimet vagy az autómat, egyébként akkor is felléphetek ezzel kapcsolatban, de mondjuk azért, hogyha nagyon-nagyon össze-vissza velem, miközben ő menekülni próbálna, azért az arra nem gondolnám. Bocsánat, éjszaka bejött a házamba, bíró úr. Igen. Fogadjam el a hívását, és hívjam párbajra, bíró úr. Nem tudtam, hogy a biciklén jön. Megnyertem, és nagyon megvertem. Mit keresett az a vipera az ágyam előtt? Nem használt a viperát, csak nagyon megvertem. Elvileg akkor tényleg még az is lehet, hogy bajba kerülök? Ezt így azért nagyon nehéz lenne megmondani. Tényleg a szituációtól függ, aha, hogy éppen mi az, ami történik. Tehát alapjában véve, hogyha jogtalan támadást feltételezünk, ami akár irányulhat személy ellen, akár irányulhat javak ellen, hogyha ezt lakásba bemenve követik el éjjel, tehát akkor azt már úgy kell tekinteni, mintha az élet kioltására irányult volna ennek a személynek a cselekmény, aki éjjel bement. Vagy nem kell, hogy éjjel legyen, de mondjuk fegyveresen menjen be. Tényleg legyen nála egy kés vagy egy baseball ütő,
akkor megint arra kell már következtetni, hogy ez akár az élet kioltására is rányúlhatott, és innentől kezdve úgy védekezek, hogy akarok. De ha fegyver nélkül jön, és engem kikerül hálószobába, azért elmenet előtt kínáljam meg egy kávéval, hogy innen. Maradt még egy kép a falon. Igen, egy láttét vagy egy farapuccino tudok-e még esetleg készíteni önnek, miközben éppen mászik ki a plazma tévével az ablakon. Vagy amikor fekszik a földön mellé, tesz az ember. Azt mondom, hogy igen, akkor elvágodott, akkor tedd bele a kezébe. Egyébként ez jó, ez nagyon jó tipp, hogy akkor gyorsan előveszem a baseball ütőmet, és lerakom mellé. Ezzel érkezett. Az mondja, hogy semmim nincs otthon valójában. Jó, nekem vagy a testem a fegyver. Egy vajazókést a kezébe teszek. Sok ilyen ügyetek van, amikor egyébként valaki úgy kerül bajba, hogy megtámadják, de még aztán évekig a szituációs elemeket kell vizsgálni, és azt nézni, hogy hogyan tudjátok felmenteni, miközben tényleg csak védekezett? Előfordul, igen, előfordul. Most is fut ilyen ügy, ahol egyébként szerintem nagyon szép térfigyelő kamera felvételek vannak, mert a tanú, mint olyan, az egyik legbizonytalanabb bizonyíték, én azt gondolnám, de szerintem mások is. Nagyon szép térfigyelő kamera felvételek vannak, ahogy ketten mennek rá egy fiatal fiúra viszonylag hosszan addig, amíg be nem szorítják a sarokba, és akkor ő ott oszt ki két pofont, de hát ebből lett a csoportos garázdaság, mert próbált kimenekülni ebből a helyzetből. De én nagyon bízom benne, hogy felmentéssel fog véget érni az eljárás. Miért lett ebből csoportos garázdaság? Mert visszaütött a csávó, elköztem el, verekedés lett. Ahogy mondtam, bibis lett a szája annak, akit megütött, akinél egyébként volt kés is, tehát hozzáteszem, hogy meg is találták annál a személynél a kést, de ettől függetlenül ez az egyszerűbb, hogy ők ott összeverekedtek, és akkor innentől kezdve hárman is ott voltak, tehát ez egy csoportos garázdaság, akkor mindenki ott áll a bíróság előtt. Egy fontos kérdés van még, nagyon jött küld a hallgató, hogy én az erkélyen alszom, ami nem a lakás. Ha az erkélyemen megtámadnak, ő még nem jön be a lakásba, de belém botlik a hülye, hogy ott alszom ki, mert tényleg kint alszom az erkélyen mostanában. Erről sokat meséltem, a hideget nagyon szeretem. Akkor az már olyan, mintha bejött volna a lakásba, vagy azt akár máshol is nézi a bíróság, hogy nem, ő csak meg akart nézni engem az erkélyen. A kérdés komoly, tényleg az erkélyen. De még nem jött be az ingatlanba. Ez egy nagyon jó kérdés. Most így ezt végig kell meggondolni, mert ezzel azt mondanám, hogy megfogtál. Mert hogyha azt mondjuk, hogy lakáshoz tartozó bekerített helyre megy be valaki fegyveresen, jogtalanul behatol, tehát mondjuk kerte belülre, de ő fegyverrel érkezik, akkor az olyan, mintha igen, megtámadott volna. De ugye itt bekerített helynek bekerített hely az erkély, de hogyha nem fegyveresen jön, akkor azért arra azt mondanám, hogy nem. Ugye a költözbe a garázsba. Még így valakint csak a hajvasalót tudom mellé tenni maximum, tehát semmi nincs a kezemben nagyon otthon, de azt elérteszem. De máshogy vizsgálja ezt is akár a bíróság, hogy ő csak az erkélyig jött. Igen. Tehát ugye az, amikor valaki bemegy a lakásba, az azt jelenti, hogy átlép teljes terjedelmével a küszöbön. Igen. Nem beteszi a sarkát, meg nem félig megy be, hanem teljes testtelő belép az ingatlanban, onnantól kezdve bent van. De ha csak átmászik a kerítésen, enyhítő körülmény, hogy éjszaka egyébként csak volt olyan rendes, hogy nem jött be a házba. Azért milyen érdekes a jog, meg ezek a tényállások, meg ezek a szituációs elemek, miből adódik ez össze, hogy ugyan már benn van éjszaka a kertembe, de még nem jött be a házba. Hát csak jött, megnézi a magnóliát. És ha előtt azt mondja, hogy bejöhetek? Igen, megnézte a füvet, meg a leandert, hogy öntözöm rendesen. Nagyon szép. Oké, Béla, nagyon köszi, hogy segítettél. Jó bonyolult ez, értjük, akkor itt sok elemet kell vizsgálni. De köszi, hogy segítettél. Nagyon szívesen. Köszönjük, jó munkát, ciao. Nektek is, sziasztok. Köszönjük, dr. Vidákovics Béla, büntetőjogásznak. Ez milyen fura ez a jog, hogy néha még kicsit legalábbis az az érzetet, hogy sokszor nem azt mondom, hogy az áldozat van hátrányban, de mintha sokszor az lenne az érzetet, hogy ott volt éjszaka, betört hozzá, hát azért vizsgáljuk meg az jogot, nem volt semmi közében. Te hirtelen előkapta egy partvis, na, hogy került oda az a partvis? Érted? És állsz ott, hogy csokom, ilyen kettőkörítő, na. Az én lakásom, bíró. Na, jó, az bárki mondhassa. Nem, hogy mintha egy kicsit az lenne az érzeted, persze nyilván nem így van, meg talán a jogászok ezt cáfolnák, de hogy sokszor a jog az valahogy azt sugallja, hogy azért tudjuk mi még a bűnözőt is védeni, legalábbis a jogait, az érdekeit, vagy legalábbis képviselni valamilyen szinten. Bocsánat, mit csinál éjjelked? Ez az első. Csak ja, a kérdés. Hogy ja, bocsánat, hát egy kicsit túlszaladt, hát elnézést, hát ne tessenek bemenni mások lakásába, és akkor nincs baj. Aludni, elmenni futni. Bibis lett a betörő szája. De és akkor te jársz a bíróságra, hogy aztán miért volt neked éjszaka part is a kezedben? Igen. Hát mert azt tudtam fölkapni csókolom. Na. Most pont ott volt az ágya mellett. Pont úgy tetszett árba verni, hogy kiszakadt az állkapcsa, meg eltört a kulcs, hogy miért tetszett ilyen nagyot ütni? Azért, mert be voltam tépve az adrenalintól csó.
sokkolat. Na, az bárki mutassa. Nem ez az érzeted kicsit? Hogy hát most nézel rá szegény. Igen, magántulajdon az észszevédjed. Nem? Tehát, hogy azért legyen eszed. Én ezt az amerikaiakban egy kicsit bírom. Ja, hogy lőnek? Én ezt bírom. Alkotmányos jog, 1700 nem tudom mióta. Figyelj, ide bejössz. Ide bejössz. Ez az évszázados kultúránk része. Nem vagyok, nem hiszek a fegyverekben, nem hiszek az erőszakban. Ki itt belépsz, tud, hogy egy olyan kétsövű jön vele. Mert megvédheted, mert jogod van hozzá. 300 év ők így szociálizatok, neked ahhoz jogod van az a tél. Ott nincs kérdés. Ott nincs kérdés, nem? Bemész, számítsál arra, hogy ott egy puskacsövet nyomnak a szádba. Lehet, hogy... Legalább a magántulajdonon belül elgondolkodható. Nekem egy barátom mesélte, hogy ha így mondjuk egy aluljáróban megáll veled szemben egy ilyen kis raptor, és azt mondja, hogy add ide a pénzed, akkor ne add onna neki a pénzed, mert hogy ezek a tolvajok tudják azt, hogy addig a pillanatig, ameddig te önként odaadod, te csak tolvaj vagy, de ha ő kikényszeríti tőled, tehát elveszi tőled, onnantól kezdve rablás, és ott már mennek tovább. Tehát ebből éltek most abban a pillanatban, hogy te önként kihúzod a pénztárcát a zsebedből, és odadod az ő kezébe, ő csak egy tolvaj, aki ellopta a pénzedet. Aha, abban a pillanatban a te azt mondod, hogy nem, persze. És ő elkezd lögdösni téged, ők már sokszor nem lépnek túl egy ponton, hanem elkezd neked kakaskodni, de hogyha ő már kiveszi a pénztárcát a zsebedből, földre lök és akármi, az már rablás, és ez sokszor nem lépik meg, hanem aha. Tovább állnak. Miró szakmát váltotta. Ember legyen a talpának egy ilyen szituációban nemet mond, de hogy állítólag erre azért jó figyelni. Igen, hát óvatosnak kell lenni. Na jól van, 3 perc van pontosan, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk gyerekek, 9 óra után 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága jó, hallgatók, hello! Hello. 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 Na tessék, mondjatok egy nyelvet. Mondjuk mi lenne, azt jelentok, hogy kínai. Kínai. Mondjuk azt, hogy kínai. Kínai. Ugye meghalt James Jones. Mufasa magyar hangja. Mufasa. De várj, az oké, hogy Mufasa magyar hangja volt, de ki volt a Mu? Na, kínai? Kínai. És hogy szólt kínaiul? Ugye James Earl Jones volt az, aki ugye... hát ugye a Darth Vader magyar vagy a hangját adta. Hangja. David Prose játszotta a szerepet, viszont az arca nem látszott. Ez egy totál kiszúrás a szerep. Igen. Ez egy teljes kiszúrás. És szerintem nem torzították a hangját. Nem, nekem nagyon valami belenyúltak. De várjál, David Prose egyszer látszott, hogy a Darth Vader, mint a Jedi visszatérben, Luke leveszi a sisakot, és ott van David Prose. 8 órát volt vásznon, akkor 10 percet látszott az arca, vagy 5-öt. És még a hangja se volt, hogy ezt megbeszéltük reggel. Viszont megnéztük, hogy szól az Én vagyok az apád különböző nyelveken. És ebben mondjuk kíváncsiak vagytok-e a kínaira? Igen. Igen. Ugye? A kínaira igen. Mert tudjuk, hogy Luke, én vagyok az apád. Ugye ezt tudjuk, ezt az örök érvény mondatot, meg még angolul is láttam mindenki, hogy I am your father. De hogy hangzik ez kínaiul? Na megmutatom, figyelj. Luke is benne van. Fúgyi! I am your Fúgyi! Van esetleg más nyelven is, Balázs? Mindenhogy van. Nem. Mondjuk milyen nyelv le... Mondjatok egy másik nyelvet. Legyen mondjuk hindi van. Hindi? Figyelj, mi keresek én neked hindit? Szeretnél hindit? Tudsz nekem mutatni egy hindi? Egy hindi? Mutatom, hogy szól hindiül. Figyelj, itt szól hindiül. Jó, figyelj. Obi-Wan ne tumhare pita ke bare mein tumhe sab kuch nahi bataya. Unhone bahut kuch bata diya. Unhone kaha tumne unhe mara. Nahi. Main tumhara pita hoon. Tuhara pita hoon. Én vagyok az apa. Tuhara? Petahó. Ezt már tudjátok hindi nyelven is. Ez igazából, de azért ez magyarul szól a legjobban. Igen, meg angolul. Kicsit olyan bollywoodos, nem? Ugye, hogy ez a hindi azért ez egy jó. Mutatom, hogy szólt ez törökül. Jó? Akarjátok tudni, hogy szólt törökül? Egy törököt. Na, egy törököt essék, figyeld. Yeteri kadar anlattı. Senin baban benim. Ya, lemaradtunk. Ki mondta? Elmondta. Elmondta. Hát de nem emelik ki, hogy én vagyok az apád. Hát elmondta, hogy én azt mondta, csak hát mi nem hallottuk. Hát rosszul, hangos az alázene benne, rosszul van keverve rállás. Az örökül, ez egyáltalán nem jó.
törökül az egyáltalán nem jó. Na mi van? Na még egy orosz, tessék csak, hogy na. egy kicsit haza is beszéljünk. Nem, orosz? Csak hogy értsék az elvtársak, hogy megemlítettük. Mi volt oroszul az apa, emlékeztek? Как тебе я зовут? Jó, igen, igen, igen. Jadakládi. Отец. Hát figyelj. Ez akár egy Putyin sajtótájékoztató. Szinte látom magam előtt. Szerintem Vladimir Putyin sajtótájékoztató olyan ugyanígy megállt benned a szalmét. Kigombolja az akóját. Ertesek, ertesek, több komolyságot, figyelj. Я все знаю. Он сказал, ты убил его. Нет, я твой отец. Hát ugye az a moly tvoj, ugye? Ez a birtokos, a tied, enyém tied. Sehol nem mondják, hogy Luke, én vagyok az apád. És tényleg nincs benne a Luke egy csomó helyen. Nem Luke-olnak. Be sem mondják már, hogy Luke. Nem, csak annyi, hogy én vagyok az igen, apád. Ugye ez magyarul, hogy Luke, én vagyok az apád, így volt, nem? Igen, mondta, hogy Luke. De lehet, hogy tudod, mert hogy szájszinkron, és akkor tudod, még egy csomó ideig mozgott a száj, azért bele kellett mondani, hogy Luke. Igen. És lengyelül? Nagy utolsó lengyelül. Jó, ó, de szép! Itt kérünk elnézést a lengyel magyar baráti társaságtól. Hát ez egyszer hihetetlen. Hát de komolyan... Hát Jézusom, Balázs! Mi nem a legjobb poén a film? Megérkeztünk! Nem ez a legjobb poén. Nem mondd, hogy nem ez a legjobb. A gomba mi mindig jó helyen van. Nem mondd, hogy nem ez a legjobb. Hát mindig elsütni ezt. Na jól van, szóval, hogy... Le fogok tölteni a telefonodra egy ilyen... De megvan egyébként kazahul is megvan. Kazahul. Kazahul. Igen, meg... Kösz, kerekérkör, külkél, külkülén, kiszkaszöz, kimókítés. Harkada, altarkarbar, kırkada, kırkarkarbar, kırkarkarda, agarkarbar, altarkarda, markarkarbar, herdrede, evigeretés, otur, evigeretés. Az apád. És ott volt a Luke. És ott volt. Hallottad a Luke-ot? Hát ott volt tulajdonképpen. Na jól van, gyerekek. Oké. Okay. Szegénykém. Hát akkor már ősincsakoztunk. És már a csúly sincsen. Ment tényleg? Nem áll. Mennek, hullanak. Igen, ott volt, amikor még beszélgetünk róla, akkor ez... Még nem tudnám a Csúvit eljátszó színész arcát így hirtelen felidézni. Nem? Tehát, hogy azért, úgy, azért az is egy pótolható szerep, nem? 2019-ben halt meg. Pedig milyen jó játszott. Milyen jó játszott. Arc mimika. Hát, hogy milyen tehetségesen játszott a Csubakkát. Szegény. És rájukra mindenkire nagyon ráégett ez a szerep. Talán Harrison Forda nem, de hogy mindenki nagyon durván benne maradt. Meg az Obi-Wan, az híres angol Shakespeare színész volt, de egyébként mindenki nagyon beleragadt. Hát a Harrison azért hála Istennek ki tudott. Hát azt mondom, hogy talán egyedül. Tehát, hogy Carrie Fisher. Szegény Luke semmit nem kapott utána. Carrie Fisher egyébként kiváló stand-upos volt, meg komikus, csak azt mondta, évek tizedekre belerakadt. A Mark Hamill, mint Luke Skywalker volt, egy-két harmadrangú thriller, de nem nagyon, meg horrorfilmje. Igazából azért ott egy-két angol színészen kívül nem mentek tovább. Bele is betegedtek, meg ugye Carrie Fisher a kábítószer csapdájába esett, és egy fontos kiegészítés még a Juli mondatához, hogy miért nincs rajta a Luke, mert hogy ugye Darth Vadernél a szájszinkron, hát mindegy. De nem volt rajta, világos, csak az, hogy én vagyok az apád. Tehát akkor az volt, hogy de ha az angol szöveg hosszabb, akkor neki ezt ki kell tölteni valamennyire. Igen, csak itt a maszkra célzott a hallgató. Azt nem tudom, hogy legenda vagy nem, de hogy még a David Prose-zel a színésszel sem mondatták ki, hogy én vagyok az apád. Tehát, hogy utólag vették föl, hogy még a stábnak se derüljön ki, és amikor ott elmondja, hogy én vagyok az apád, akkor ő Obi-Wanról beszél, és még mond valamit Obi-Wanról. De hogy később vették föl a moziba kerülés előtt azt a mondatot, hogy én vagyok az apád, és ezt a fordulatot még azt hiszem talán maga lehet, hogy Mark Hamill se tudta. Nem lehetett vagy azt a kikövetkeztetni. Azt mondja, hogy nem! Nem, hát ez nem erre sem. Mit mondod? Elfogyott a majonéz. Igen, elkaptam a hugodat. Én is android vagyok. És ők is felsikoltottak a moziban, amikor kiderült. Igen, de nem, hogy nem mondták ki. Tehát gondold el, de szerintem ez a mondat, ez a filmtörténet egyik legfontosabb mondata. Tehát ez a popkultúra, a filmtörténet és a skifik egyik legfontosabb mondata. Örülünk, Vincent? Az meg a másik. Az meg a másik. Így van. A harmadik pedig a Ted Odova. Nem való, ezt Rokkó mondta. Az is egy nagyon fontos mondat volt. Hát 22 éves női pornosztának, igen. Na, ha már filmtörténet legfontosabb mondata, milyen időnk lesz, Ferenc? Meleg. Köszönjük még aztán rossz idegesős. Az időjárás támogatta a klímákat is forgalmazó Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba szakáruházlánc. Hőtársa hőségben. Hát az volt helyette mondat, igen, írja, hogy Csubakka az anyám. Ugye, hogy nehogy kiderül.
kiderüljön. Ezt tudtam, és ezt a stáb ezt várta, ezt mondhatod, hogy Csubakka az anyám. De hülyék vagytok, nagyon jó. Na gyerekek, mi van ezzel a Donald Trump-al? Most akkor megnyerte a vitát, ahogy írja az Origo, vagy elvesztette a vitát, ahogy írja mindenki más? Hát, világosan kiderült az interjúból, hogy a barintó krémet elfelejtette használni, mert már neki sem megy. Viszont hát, a hajfestéket igen. Lett, olyan fontos lett szerencsétlennek. Lejárt a szavatossága, mert konkrétan narancssárga lett megint a Trump. Már megint. Nem? Mint hogyha nem tudná, hogy ez a Trumpban ez egy a biztos, de gyerekek a haja. Az szóval, hogy ki nyerte, hát az attól függ, hogy melyik fórumot olvassuk. Egyébként attól függ, hogy mit olvassunk. Igen. Igen. Azt látom, hogy utána egyből megkérdezik a Trumpot, hogy ön szerint megnyerte a vitát, és természetesen azt mondja, hogy egyértelműen hozta a vitát. Ugye az amerikai elnök választás lázában ég mindenki. Egyébként mi is követjük az eseményeket, igen, szoktunk néha azért így külpolitikával, meg elnökválasztással, meg Donald Trump-mal foglalkozni. Nagy ország, és ugye novemberben nagy dolgok történnek. És nem csak a WC-n. Ugye Donald Trump vagy Kamala Harris lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke. És ha Trump lesz, akkor nem csak nagy ország lesz, hanem baráti ország is. Na? Hát név szerint. Hát akkor igen. A jelenlegi adminisztráció, ugye az nagyon drukkol Trumpnak. De azt, hogy egyébként Kamala Harris jobban lehozta, igen, ezt a történetet. Tehát, hogy felkészültebb volt, igen, és ez most Trump bukásával végződött. Legalábbis így értelmezi mondjuk a magabiztosabb volt, azt mondják, igen. Igen, a sajtóorgánumok egy része. Egyébként függ attól, hogy most Fox News-t, vagy éppen CNN-t, vagy NBC-t, vagy mit nézel. De nem mindegy egyébként mondjuk nyilván. Joe Bidenhez képest mindenki magabiztosabb. De Joe Biden egy béka is legyőzte volna. Tehát, hogy kint fekszik azóta egy tengerparton, és alszik. Egyetlen nagyon fontos kérdés, hogy ki irányítja jelen pillanatban az Amerikai Egyesült Államokat. Azért ez fontos, nem? Hogy közben hadihajókat rendelnek ide-oda. Érted, hogy azért azokra kiadja ki a parancsot. Egy biztos nem Joe Biden. Ez biztos. De Sleepy Joe azóta szerintem valahol sleepyzik, amit nem baj. Tengerparton fekszik az asszonya. Nem láttad a képeket? De bejárt a világ. Igen, kitolták Zsoltalszak. Na jó, de ki irányítja az adminisztrációt? Meg azt tudtuk, hogy nem évek óta nem Biden, de azért ez egy fontos kérdés. A testőrök, akik mellette állnak. Hogy ki van a háttérben. Na, mindjárt megkérdezzük Járó Patrisz amerikai szakértőnket, ő hogy látta. Járó Patrisz, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na, te mit gondolsz? Nézted, vagy csak visszanézted, mit láttál, vagy mit éreztél? Hát természetesen néztem a vitát élőben. Érdekessége a politikai vitáknak, azt szokták mondani, hogy nem is az a lényeg, hogy a vitán mi történik, hanem utána a média hogyan értelmezi. Úgyhogy én a vita után azonnal gyorsan készítettem jegyzeteket, hogy én hogyan értékeltem, és a vita után annak ellenére, hogy Kamala Harris a konzervatív értelemben, tehát politikai konzervatív értelemben megnyerte a vitát, de összességében akkor én nekem az jött le, hogy nagyjából ez így 50-50. Ennek például oka az, hogy a moderátorok nagyon elfogultak voltak Trumppal szembe például. Tényleg. Tehát az összkép nekem nem, hanem amikor Trump mondott valamit, ami nem teljesen úgy volt, mint a valóság, akkor ők utána mentek. És mondták, hogy ez nem így van. Kamala Harris esetében ez nem történt meg. De miért az ABC az inkább demokrata párti? Egyébként maga a csatorna? Tehát olyan, hogy mondjuk a CNN inkább azért, vagy a Fox News mondjuk inkább republikánus? Na most ugye alapvetően Amerikában három nagy klasszikus tévécsatorna van, ezek még rádióként kezdték a sugárzást, ugye az ABC, az NBC, meg a CBS, és alapvetően ezek sokáig a pártatlanságnak a szimbólumai voltak, de a 70-es évektől folyamatosan szépen lassan elkezdtek balra menni, és most már azt lehet mondani, hogy ezek inkább a demokrata párt érdekeit szolgálják, és akkor bejött ugye a CNN a 80-as években, mint kábeltévé, a Fox, mint kábeltévé ugyancsak a 90-es években, és a Fox jobboldali, a CNN pedig korábban eléggé pártatlan, utána elment balra, és érdekes módon most pedig elkezd visszafelé húzni középre. Tehát összességében a vita, én azt gondolom, hogy így 50-50 volt, de a média, ami döntően a demokraták uralnak, hát felsoroltam ugye, hogy a három nagy csatorna is ugye inkább baloldali, inkább Kamala Harris-t hozza ki, és szinte ünnepli. Tehát úgy, ahogy a Biden-Trump vita után elkezdte a média azonnal temetni ugye Bident, és elkezdték felszólítani arra, hogy hát szálljon ki a versenyből, úgy most ez a média egyértelműen azt mondja, hogy Trumpot lesöpörte Kamala Harris. De az elkötelezett híveket ez azért annyira gondolom nem befolyásolja. Tehát aki nagyon Trumpos marad, nyilván aki nagyon demokrata, azért az marad valószínűleg, de itt a bizonytalanokkal küzdenek, nem? Pontosan, tehát alapvetően ezek a vitáknak azért már kisebb az értelme, de hát ezért mondtam azt, hogy ugye a konzervatív felfogás, a politika a régi értelmezésében Kamala Harris ezt a vitát valóban megnyerte,
és ez a vita alapján valószínűleg elnök is választották volna, hogyha 60-as, 70-es, 80-as években vagyunk. Na de nem abban vagyunk, és ebben a közhangulatban, ebben a megosztottságban egy republikánus nem fogja azt mondani, hogy hát jobb volt a Kamala Harris, minden tekintetben fiatalabb volt, stb., ezért rászavazok. Nem fognak rászavazni, aki jobboldali, aki nem szereti a demokratákat, Trumpra fog szavazni. Na. És hát fordítva ugyanígy működik. Tehát igazság szerint ahhoz nagyon nagy katasztrófának kell történnie, mint ami Bidennel történt júniusban, hogy lényegében ugye egy elnökválasztási kampányt tudjon befolyásolni alapjaival egy ilyen vita. És azokat befolyásolja, akik a kettő között eddig még így ingáztak, hogy vajon kire szavazzak? Igen, ugye már készültek is a vita óta újabb kutatások, fókuszcsoportos felmérések is, és alapvetően azért azt látjuk, hogy Kamala Harris-t hozták ki inkább győztesnek, tehát aki bizonytalan volt, az Kamala Harris-t találta jobbnak, és igazság szerint még egy fontos dolog, hogy igazság szerint neki ez volt az első nagy országos ilyen tévévitája, ugye a Trumpnak már sokadik, tehát Kamala Harris most mutatta meg az arcát a ország világnak, és azt kell mondjam, hogy szimpatikusabb, jobb képet tudott egyébként adni, mint sokan várták. A metakommunikációja, a gesztusai, a testbeszédje is eléggé meggyőző volt, ugye egy nagyon szimbolikus dolog volt a vita elején. Ugye régen még a civilizált időszakban mindig kezet fogtak egymással a jelöltek, és utóbbi időben már nem nagyon van ez, és most se nagyon akartak, de végül mégis Kamala Harris odament Trumphoz, bemutatkozott neki, kezet fogott, ezáltal már egyfajta domináns pozíciót vett fel. Na most a vita elején egyébként Trump volt talán a jobb, mert hogy a gazdaság és az infláció volt a kérdés, és hát az amerikaiak döntő többsége, annak ellenére, hogy az amerikai gazdaság nagyon jól működik, pláne a európai gazdaságokhoz képest, de rosszabbnak érzi a helyzetét. Tehát a gazdasági helyzet rosszabb, tehát ott Trump volt a jobb, viszont utána egyértelműen átvette a vezetést Harris. És a másik fontos dolog, hogy óriási különbség volt a két jelölt között abban, hogy Kamala Harris látszott, hogy nagyon felkészült a vitára, felkészítették a vitára, Donald Trump pedig köztudott, hogy nem szokott készülni, gyakorlatilag semmire, és ez kimutatkozott, mert nem tudta azokat a támadási pontokat megfogni Harrissen, nem tudta lecsapni azokat a labdákat, amiket kellett volna neki. Az igaz a hír, hogy a Kamala Harris kérdezi valaki, hogy fülese volt, hogy a fülbe való fülesnek volt álcázva, az felröppent ilyen hír, vagy ez csak egy ilyen nem, nagyon pletyka szintű dolog? Hát ez egy pletyka dolog, nyilván ezt egy Trump szavazónak el lehet adni, ahogy fordítva is el lehet adni egy ilyen dolgot egy Kamala Harris szavazónak. Nézzétek, szóval Kamala Harris ügyész volt. Tehát ő neki az, hogy egy vitát lehozzon, hogy beszélni tudjon, ez neki úgymond a szakmája. Tehát én azt gondolom, hogy azt amellett érvelni, hogy ő ezt képtelen volt önmaga megcsinálni, ez nem igaz, és mondom, felkészült, felkészítették. Igen. Országos kutatásban hogy állnak nagyjából? 50-50, 48-52, 50-50, mi az általános arány most így a közvélemény kutatásnál, mennyire szoros a dolog? Igen, na most ugye a Biden kilépése után és a Kamala Harrisnek a indulása utáni hetekben nagyon megugrott Harris és a demokratáknak a népszerűsége, egálba feljöttek, sőt, már a Kamala Harris elkezdett kicsit elhúzni néhány államba, és sokan azt várták, hogy talán itt a végén egy sima Kamala Harris győzelem is lehet. Na most a vita előtti legutolsó kutatások alapján ez nem történt meg, visszajött úgymond a Donald Trump mellé a Kamala Harris támogatottsága, gyakorlatilag hiba határon belül van minden inga államba, vagy csatatér államba, vagy úgy hívjuk az államokat, ahol majd eldől az elnökválasztás, meg az országos népszerűségben is. Tehát tulajdonképpen utolsó két hónapra úgy fordulunk rá, hogy fejfej mellett van a két jelölt. Egy nagyon fontos kérdés, esznek-e Ohio-ban a bevándorlók kis kedvenceket? Megeszik-e a házi állatokat? Igen, ezt Trump ugye elmondta, hogy... Igen, ez egy olyan talán extrém vélemény volt, ami lehet, hogy előfordult valahol, de hát nyilván nem jellemző egyébként a bevándorlókra, hogy a amerikai őslakosok, hogy úgy mondjam, állatait fogyasztanák el. Ugye alapvetően itt még egy érdekes dolog volt a vitán, hogy a vita előtt vita volt arról, hogy a mikrofonok némítva legyenek-e vagy sem. És a demokraták azt szerették volna, hogy ne legyenek némítva a mikrofonok, amikor az adott jelöltnél nincsen szó. A Trumpék kiharcolták, hogy legyen a Trump kampány, mégpedig azért, mert ugye Donald Trump képes elszabadult hajóágyóként működni, és hát ugye ez a előbb említett dolog is egy ilyen történet, hogy ahol aztán beindul, elkezd kiabálni, beleszólni, és akkor nincs megállás. És a másik dolog, hogy Kamala Harris egyébként számos alkalommal kifejezetten látott, hogy csapdát állít Trumpnak, és hát Trump a legtöbb ilyen, mert bele is sétált. Tehát és lehetett látni, hogy precíz módon ki van mérve,
és minden egyes témánál volt egy ilyen csapdája. Na most a Trumpot viszont segítette az, hogy egy idő után elvették tőle a szót, tehát nem tudott egy ilyen több perces ilyen rendbe belemenni. Mi az a Project 2025? Ez tulajdonképpen az Amerikai Republikánus Párthoz köthető Heritage Foundation, ez egy ilyen nagy agytrözt, szellemi agytrözt, által kidolgozott, hát közpolitikai intézkedéseknek a gyűjteménye, amely arra vonatkozna, hogy egy bizonyos, egy esetleges jobboldali elnökség idején hogyan alakítanák át az amerikai politikát, közpolitikát, törvényeket, egy nagyon konzervatív programtervezet. Most Trumpék azt mondják, hogy nekik ez semmi közük, most ilyen formában nyilván ez nem igaz, de az sem igaz, hogyha Trump nyer, akkor ezt másnak megvalósítják, de valóban eléggé extrém és radikális dolgok például vannak. Például a bevándorló kitelepítésével szól. Kitelepítése, teljes abortusztilalom, iskolákban nagyon komoly intézkedések, tehát ez egy olyan dolog, amivel a demokraták próbálják a republikánusokat most ugye hideg víz alá tenni, hogyha ők nyernek, akkor itt Amerikának vége, mert ezt a radikális, egyébként nagyon erősen fundamentalista vallási alapokon nyugó politikai tervezetet megvalósítják az országba. Igen, azt azért az amerikai sajtó egy rész is lehozta, hogy azért a két moderátor vitázott a Kamala Harris helyett. Tehát ami te is említettél, hogy elfogultak voltak, hanem konkrétan azt írt az amerikai sajtó egy része, hogy ők vitáztak a Kamala helyett. Tehát hogy azért ez valóban egy kicsit lejtett a pálya. Nagyon lejtett a pálya, illetve itt én azért éreztem a vita után egyébként, hogy annak ellenére, hogy láttam, hogy Harris jobb, hogy ez 50-50-re csapódik le, mert hogy tényleg a moderátorok azok nagyon beálltak Harris mögé, vagy Trump ellen, és azért ez egy átlag szavazó ezt ezért tudja érezni, tehát felfogja, hogy mi történik, és ez nem mindig segít. Persze ez sem törvényszerű, ugye 2012-ben volt... Itt kell, hogy véget vessünk ennek nagyon szigorú integetnek, tök izgi volt, csak nekünk félkor muszáj elmenni hírekre, ilyen szigorúak vagyunk, de köszi, ha lesz, úgyis hívunk még. Elfogultak vagyunk, ne haragudj, ez a rádió. Köszi bennünket. Ciao Patrice, köszönjük szépen. Köszi, hello Járó Patrice, köszönjük szépen. Bocsát, izgi, de tényleg bennünk kell, mert félve. Jövő mindjárt, itt vagyunk a hírek után. Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk, de arra gondoltunk, hogy még visszahívjuk majd az amerika szakértőnket, mert annyian akartátok még, hogy folytassuk a témát, szeretjük, hogy ennyire érzékenyek lettetek így a külpolitika iránt, hogy lehetünk rámarad a best-of, és akkor mindjárt visszahívjuk még Jariszt, Patrice, hogy beszéljünk vele, mert egyébként tényleg nagyon izgi, hogy mi történik. Itt most nagyon nagy a tét, azért ez szerintem látszik itt, hogy a következő 4 év amerikai politikája, külpolitikája, ezért nagyon sok minden meg fog határozni, és ami azért az is érdekes, hogy a Kamala Harris egyébként hogy jutott el oda, ahova. Tehát, hogy ő soha nem szerzett semmilyen előnyt előválasztáson, elnökválasztáson, demokrata jelöltségen, tehát hogy ő csak azért tudott ott lenni, mert most a Biden nem alkalmas arra, hogy folytassa. Tehát, hogy szerintem azért ez nagyon izgi, hogy egyébként ez egy, hogy kerül oda ez a nő, akinek soha semmilyen támogatása nem volt, nem még a saját pártján sem belül, tessék? Sem 16-ban, sem 20-ban nem volt, egyébként az 3-4%-os volt a támogatottsága, tehát azért ez nagyon izgi. Izgi felvetés. Na jó, egyébként, hogy nem az utcáról szedték össze, ebben igazad van, de azért ő ott volt végig a tűzhöz, vagy a tűzhöz közel, csak ugye Biden vissza, Biden visszalépéséig viszont szóba se került. 2020-nál és 24-ben sem szavaztak rá egyébként. Tehát az ő jelölése egyébként meg egyértelmű hazugság, és valahol a demokrácia pici megcsúfolása. Tehát azért, ami most történik, mint elnök választás, szerintem tök izgi. Egyébként nagyon érdekes. Aztán persze, most volt fülese, vagy nem, vagy most mennyire okos nő, vagy nem, azért ezt sokan találgatják, de azért ez nagyon izgalmas. Tényleg a Trumpnak, vagy az Elon Musknak érdemes egyébként a Twitter posztjét olvasgatni, vagy hogy mennyire csalták el a vitát az ABC műsorvezetői, tényszerűen pontosan vádolták, cáfolták, lehazugozták a Trumpot. Tehát azért amikor azt gondolod, hogy a demokrácia otthona, és az ABC, és azért mégiscsak egy tévécsatorna, azt mondja, műsorvezető, nem, ez hazugság. Na, menjünk tovább. Amikor a Kamala Harris mondott valótlant, arra nem mondtak semmit. Tehát olyan szinten jelentett a pálya. Azért ez is érdekes, de a Trump menő volt, hogy elment egyébként szerintem. Egy ABC-be, ahol tudta, hogy lejteni fog a pálya. Azt meg lehetett cáfolni, a Kamala Harris meg nem hazudott, azt azért nem kellett megcáfolni. Igen. És hát ugye az is nagyon izgi egyébként, mert mi megkérdezzük ezt, Patrice biztos tudja, hogy azért a demokraták azért nem véletlenül nem küldenek ez egy csomó illegális bevándorlót, mert hogy baromira számít a szavazat. Tehát az, hogy Amerikával ez történik, ebben azért jócskán benne van szerintem a demokrata kormányzás, de mindjárt azért erről Patrice megkérdezzük, hogy mennyi illegális bevándorló legyen, hogy szavazhatnak, hogyan próbálják őket megnyerni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés most szerintem szintén, hogy milyen szavazati lehetőségek vannak, és miért nem küldik haza őket, illetve hogy ösztönzik őket a bevándorlásra. Nagy harc megy most nagyon. Az egész Trump merénylet, meg minden szerintem nagyon izgi.
hogy mi lesz még, mit fognak bevetni, mi jön még mindkét oldalról, megpróbálják elcsalni az elnökválasztást, nem csalják, kik csalnak, hogy csalnak, nagyon izgalmas lesz. De még lehet, hogy egy járványt is lezavarunk, csak hogy otthon maradjanak ezek az amerikaiak végül is. Ne legyen már olyan sima ez az elnökválasztás. Izgi lesz, szerintem ez most nagyon izgalmas. Úgyhogy Patrice még visszajövjük. Hello Patrice, jó reggel, ciao. Sziasztok. Figyelj, csak egy kérdés, hogy azért a Kamala Harris jelöltségéről beszéljünk már egy kicsit, hogy azért az ő előválasztásán azért nem nagyon szavaztak rá, szerintem 4 vagy 5% kapott, hogy ő most csak azért tudott lenni, mert a Biden visszalépett, nem? Ők a demokrata háttér sem sorakozott föl Kamala Harris mögé korábban, ezt jól mondom? Tulajdonképpen jól mondod, ugye ez úgy néz ki, hogy a 70-es években alakult ki ez a modern előválasztási rendszer, tehát korábban elnökjelöltet úgy választottak, mint egyébként bármilyen más országban, mondjuk miniszterelnök vagy elnökjelöltet, hogy a pártnak a bizonyos különböző bizottságai, küldőgyűlések, párt, országos elnökség, stb. Tehát ezt lemeccselte, ugye. És a 70-es években bejött ez az előválasztás, hogy minden államba tartanak választást, indulnak a jelöltek, és ott is már az emberek, a széles választók rétegei tudnak szavazni. És a Kamala Harris 2020-ban elindult, ugye, a elnökjelöltségért, de egyébként csődöt mondott a kampánya, már az első előválasztás előtt kiszállt a versenyből, és idén ugye nem is indult el, hát hiszen úgy volt, hogy ő Bidennek az alelnök jelöltjeként fog indulni. Hozzá kell tennem, hogy alapvetően a rendszerben ez benne lehet, hiszen valaki megnyer egy előválasztást, bármi történhet vele, ugye utána egyébként kell jelöltet állítani, és hát most meg egy visszalépés történt, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egészségügyi okok miatt, tehát én azt nem gondolom, hogy illegitim Kamala Harrisnek a. Tehát neki nem kell egy delegációt maga mögé állítani? Hát nem a demokrácia. Ő maga mögé állította. Maga mögé állította a delegáció. Uh-huh. Igen, hogy megvan az előválasztás, ez általában a választási év januártól júniusig megy, ugye végig megy az államokon, itt az elnökjelöltek, vagy aki nyer, az maga mögé állít bizonyos úgymond küldöttet, és nyáron van ez a úgynevezett konvenció, ami tulajdonképpen egy pártkongresszus, itt szavaznak ezek a küldöttek. És most ugye az történt, hogy még a konvenció előtt a Joe Biden ugye visszalépett, és azok a küldöttek, akik Joe Biden mögött álltak egyébként, ők úgy döntöttek, hogy Kamala Harris-t fogják megválasztani elnökjelöltnek. Tehát lényegében jogilag ez rendben volt. De akkor ő nem megörökölte a jelöltséget, mint a lelnök? Tulajdonképpen nem, őt megválasztották elnökjelöltnek, csak ugye nem előválasztási, csak előválasztási eredmény nem volt mögötte. Ja, hogy nem volt előválasztás, akkor kicsit nekem az öröklésnek tűnik azért. Hát tulajdonképpen az. Hát előválasztás, nyerek előválasztás nélkül, akkor én megöröklök egy jelöltséget, nem így van? Hát igen, de ugye nagyon sok országban nincs előválasztás, meg Amerikában se volt korábban előválasztás, tehát alapvetően itt visszaugrott a dolog egy 70-es évek előtti dologhoz. Milyen tehát lehet vitatkozni Kamala Harrisnek a legitimitásáról, de most ez így alakult. Én azt gondolom, hogy ez már szerepet nem játszik igazából, és Trump se hozta fel, ami nagyon érdekes, hogy a vitába legalább én egyszer megemlítettem volna, hogy hát mégis csak jön, hogy lett elnökjelölt, és ez se hozta fel. Oké, csak azt gondoltam, hogy az elnökjelöltet az emberek választják. Hát ő 70-es évek óta Amerikában igen. De most mégsem. De most mégsem, megmondom, egyébként a világ többi más országában nem. Tehát ez nem jellemző. Na jó, de hát most a politikát, most az amerikai politikáról beszélünk. Igen, azért ez egy érdekes, hogy mekkora játszma zajlik, csak hogy ezt mindenki értse, hogy azért itt most tényleg nagyon nagy a tét. Szerinted tényleg nagy a tét? Fél az elit? Vagy van valami, mert azért az egész merénylet, meg azért Trump kérdés, azért Trump sokaknak a bögyében van. Azért itt most valóban sok minden dől el novemberben, nagy a tét, nem? Te hogy látod ezt? Nagy a tét, de nem akkora, mint amekkora fújták a lufit. Mert alapvetően Amerikában van egy nagyon-nagyon bebetonozott állami igazgatás. És tágértelemben gondolom, tehát most mondjuk ide a fegyveres erőket, titkosszolgálatokat, konkrétan a közszolgálatot, a közszolgálkat. Tehát ha Trump nyer is, ő neki nem lesz olyan eszköztára, hogy alapvetően meg tudja változtatni Amerikát. És hát ugye korábban 16-ban is ugye úgy indult, hogy majd lecsapolja a mocsarat. Ugye ez volt a szlogenje, nem tudta lecsapolni. Tehát, hogy amerikai elnöknek nagyon-nagyon meg van kötve a keze. Tehát olyan óriási változásokat nem fog előidézni Donald Trump. Arról meg nem is beszélve, hogy ugye az elnök választásra egy időben kongresszusi választásokat is tartanak, és hát nem tudjuk még pontosan, hogy milyen többség lesz a képviselőházban, a szenátusban. Egyébként a mostani előrejelzések szerint az inkább valószínűbb, hogyha esetleg Kamala Harris nyer is, neki republikánus többséggel kell majd együtt dolgoznia, ami egy megosztott kormányzatot jelent, ami mit jelent? Tulajdonképpen bénultságot. Igen. Konkrét programot mondtak? Hogy mi lesz a következő 4 évben? Hát Kamala Harris gyönyörűen elmondja mindig, hogy neki programja van mindenről, csak éppen elfelejti meg, hogy mi az.
Úgyhogy igazság szerint ő nem mondott programot. Hát Donald Trumpról lehet tudni, hogy ő kicsoda, nagyjából lehetett tudni, hogy kormányoz, tehát igazából nem vesz zsákba a macskát az, aki rászavaz, de a másik probléma most már, hogy tényleg igazság szerint itt tervek nincsenek, és egy személyes megjegyzés, hogy igazság szerint egyik jelölt se tud Amerika számára víziót felállítani, én ezt látom. Viszont Trump kriptopárti, ezt nagyon szeretem. Vagy hogy felvett, vagy hogy valóban kriptozik, vagy nem, én nagyon várom, mert ha ő megnyeri novemberben, akkor megyünk a 100 000 felé. Ha Kamala Harris nyer, 30 000 felé megyünk. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy mi történik a kriptóval novemberben. Ha most neked fogadnod kéne, akkor ki fog győzni? Szerinted? Hát, az fog győzni, akire több bizonytalan szavazó fog szavazni. Úgyhogy ez a válaszom. Én tényleg nem szeretek jósolni, és még egyszer mondom, ez a vita Trumpnak most nem jól sikerült, de majd egyszer megjegyzem, aláhúzom, ez nem jelent semmit. Itt 2012-ben volt egy nagyon emlékezetes vita, Barack Obama ugye akkor indult második ciklusra, és a kihívója Mitt Romney volt. Ő korábban kormányzó volt, most még éppen szenátor, és az első vitán lemosta Obamát egyértelműen. Talán még erőteljesebben is, mint most Kamala Harris Trumpot, ráadásul ott Obama mellett volt elfogult, ugye, megint csak a moderátorok tömege, tehát tulajdonképpen nem jelentette azt, hogy Obama nem tud nyerni. Tehát ezek a viták már annyira nem fontosak, még egyszer mondom, mint az régen volt, de az biztos, hogy Kamala Harris annyit nyert ezzel, hogy fellépett arra a szintet megugrotta, hogy el tudják most már képzelni az emberek őt elnökként. Tehát tényleg, ahogy viselkedett, ahogy beszélt, az most már a legtöbb szavazó számára, aki egy esetleg bizonytalan volt, demokrata párt körüli, hogy ő jó jelölte, képes-e. Én azt gondolom, hogy bebizonyította az elmúlt 6 hétben, hogy az. Nagyon fontos, hogy milyen elnök lesz, az egy másik kérdés. Két percünk, amit csak nagyon fontos, hogy a bizonytalan szavazók tudnak angolul? Itt értem, mi akar a kérdés. Ugye érted, mire gondolok a demokraták, igen, esetében? Igen. Beszélnek angolul a bizonytalan szavazók? Ez egy fontos kérdés. Beszélnek, alapvetően a bizonytalan szavazók. Vagy most tudnak. Nem, tudnak. Külvárosi, egyébként külvárosi, elővárosi, leginkább fehér amerikaiakról van szó, uh-huh. És leginkább nőkről, ők fogják eldönteni a választást. Egyébként visszatérve erre a dologra, a bevándorló, nem bevándorló, a helyzet azért ilyen Amerikában, mert egyik pártnak sem érdeke megoldani. A demokraták ugye azra próbálnak játszani, hogy a illegális bevándorlóknak adnak kedvezményeket, ezáltal a latinó szavazók körében népszerűek. A republikánusok nem akarják megoldani a határkérdést, mert folyamatosan tudják szinten tartani ezt a problémát, hogy a demokraták tessékbe engedik az embereket, és ostromolják az országot. Tehát itt is tulajdonképpen egy kétpárti konszenzus van abban, hogy ne legyen megoldva a kérdés. Ez az igazság. Nagy játék. Igazság, politika. És még egy érdekesség, hogy egyébként Amerikában, hogy tud angolul, nem tud angolul, angol nem hivatalos nyelv, és a kampányok, főként azokban az államokban, ahol sok spanyolajkú szavazó van, ott spanyolul mennek. Tehát a tévében is ezek a választási spotok, úgyhogy igazság szerint ez nem is annyira nagy probléma. Na most pár állam már nem engedi őket szavazni, talán jól tudom, de majd erről beszélünk, nem nyitjuk újra, mert már mennünk kell. Nem tényleg. Nyitjuk újra, ez minden államban más, próbálnak szigorítani, főként a jobboldali konzervatív államok. Hozzá kell tennem, hogy európai szemmel teljesen normális, hogy kell személyigazolvány, ugye, a szavazáshoz. Igen. Meg Amerikában egy sört csak úgy tudsz megvenni a boltba, hogy a likörboltba, hogy bemutat a személyedet. Sok helyen nem kell szavazni, ez egy másik vita kérdése, ezt ki lehet majd nyitni legközelebb. A tény az, hogy most fejfej mellett van a két jelölt, és az utolsó pár héten, utolsó pár napba fog eldőlni, hogy ezek a bizonytalan szavazók majd ki mellett fognak állást foglalni, és az lesz a következő elnök. Patric, nagyon köszönjük, veled búcsúzunk. Köszönj te is a hallgatóknak. Köszönöm, sziasztok. Sziasztok, holnap jövünk, puszi mindenkinek. Kivaladnak a kis Móglit is. Juli, Zsül, Anna, Laci, Viki. Na, gyerünk. Kapkodjátok magatokat, kifelé gyerekek, jön Györke Ati, és jönnek az igazi mai slágerek.